your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. Ez itt a Best of Morning Show. A hír arról szól, hogy egy amerikai cég 1381 dolgozójának fejenként 100 ezer dolláros, mintegy 29 millió forintos bónuszt oszt ki évvégén. Ez egy magánolaj cég, ezzel megköszönve az elmúlt 5 év kiváló teljesítményét. Hát azért ez ízlelgesül kicsit, mert van benne mit ízlelgetni. Egy beltag és egy kültag, vagy többen vannak? 1381 dolgozójának oszt ki fejenként 100 ezer dollárt, ezzel kezdődött a lead. Tehát így szól egy amerikai cég 1381 dolgozójának fejenként 100 ezer dollárt oszt ki, ami mintegy 29 millió forint fejenként. Egy magánolajcég. Tehát van pénz. De könnyű azt mondani, hogy van pénz, miért ne tennék meg? Hiszen hány olyan cég van? Ahol van pénz. Ahol van pénz, de nemhogy nem 100 ezer forintos vagy 100 ezer dolláros utalvány nem kapsz, de ha átfordítjuk forintra, 100 ezer forintos utalványt se kapsz. Hát ez nem mindig szabad úgy nézni, hogy ahol van pénz, ott könnyű. Mert ez nem jó mentalitás, ez nem jó gondolkodás. Hát hány olyan tényleg magyar cég van, aki ember számban nem veszi karácsonykor az alkalmazottai. Ezeket se kapnak. És ugye nem feltétlen azon van a szó, hogy valami nagyon nagy összeget kapjál, hanem hogy érezd a gesztust, hogy fontos vagy, hogy kaptál valamit, hogy megbecsüli a cég a munkádat, hogy gondolnak rád, és nem csak egy vagy a 100 vagy 1000 közül, hanem te is apró kicsi homokszeme vagy ugyan a cégnek, de a te munkád fontos legalább vagy. Ugyanolyan fontos, mint a többieké, akik esetleg más pozícióban vagy magasabb beosztásban vannak. Tehát reggel bemész, és egy szelet beigli az asztalodon, vagy egy... De már az is valami. Stanyolba csomagolja. Igen. Én szerintem akár egy üvegpeskő, vagy egy beigli, az is valami, igen. A vezér egyébként saját erőből lett milliárdos, és úgy döntött, hogy ez egy igazán egyedi karácsonyi ajándék, fejenként 100 ezer dollár. Harmadik éve fent vannak egyébként azon munkahelyek között, vagy azon munkahelyek listáján, amikor a top 100-at keresik, hogy melyik a legjobb munkahely. Ja, tehát, hogy ők azért évközben is gondoskodnak a dolgozókról, igen. De most van egy nagyobb bónusz. És a cég válasza egyszerűen annyi volt arra a kérdésre, hogy miért kapnak a dolgozók ekkora ajándékot, hogy ezzel szeretné megköszönni az elmúlt 5 évben nyújtott kiváló teljesítményt, amelynek köszönhetően a vállalat a duplájára nőtt. Ez igen. Tehát 5 éves melónak a vége azért a 30 millió. 1100 embernél 30 milliót kiosztani, az nagyon sok, tehát az nagyon-nagyon sok pénz. Én értem a megbecsülést. Júj, de az hát, te vagy jobb matekból, 1381-szer 100 ezer. Nem, rossz. 3 milliárd. Tudom. Érted? Tehát, hogy az akkora összeg, tehát nyilván egy multimilliárdos emberről van szó. Hogy így köszönték meg. De azért nagyon komoly. És akkor gondolom, hogy ezt mindenki megkapja, tehát nem csak az, aki mondjuk az olajkitermelés, hanem aki például a cég irodájának a takarítónője, azt annak is jár. De komoly. Nem hangzik rosszul. Meg az hány millió dollár? Tehát 1381-szer 100. 100 ezer. 100 ezer. Aha. Na? 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 Tessék, 100 ezer. De ne halljunk, mennyi az? A 130 millió. 130 millió dollár. Így van. Szorozom itt egy 2,90. Ma kamatot emel a Fed, úgyhogy... Igen, lehet, hogy délután. Visszatérünk rá délután. Visszatérünk délután. Igen, ott már eléri majd az eurót. Szóval, drága hallgatók. Na, akkor eljött most a ti időtök. Lehet egy kicsit morgolódni. Ha még idén nem kaptátok meg, akkor írjátok meg nekünk, hogy mi volt tavaly. És elsősorban azon SMS-ekre számítunk, ahol írhatok olyat is, ahol megbecsülnek benneteket, sőt, írhatok kontrasztként azért olyat is, ahol tényleg kaptatok nagy dolgot. Igen. De amikor kiszúrták a szemeteket valamivel, lejárt dolgot kaptatok, 6 évvel ezelőtt még frissnek mondott kompótot, vagy beiglit adott a cégvezető, vagy tényleg valami olyan pofátlan dolgot osztott ki és szúrta ki a szemeteket, hogy nem akartátok elhinni, hogy van az a kategória, minél még a semmi is jobb, tudjátok. Nem, inkább, amikor inkább igen, ne amikor adjon inkább semmit. Ne adj. Tehát inkább tényleg hagyd a felébe, mondasz, hogy boldog karácsonyt és kész. Nem? Igen. Egy szem szaloncukor letéve a dolgozók asztalára, nekem egy ismerősömnél volt.
Egy szem caloncukor. Egy nagyon nagy, egy ilyen nagy, azt hiszem olyan 50-en voltak körülbelül, könyvelő iroda, de ilyen tényleg nagyon nagy, és reggel bementek, 23-án még mindenki dolgozott, mint a barom, és egy szem caloncukor le volt téve. Úgyhogy tudták, hogy mivel könyvelők, hogy nagyon jól megy a cég. És egy szem szaloncukor. Hányan voltak? 50-en körülbelül. Hát az legalább az egy doboz. Hagyjál már! Azért az 300 forint. Másfél doboz, az 450. Kézműves szaloncukor volt, hogy valamilyen zselés. Zselés. Zacskos, nem is papírdobozba árulják, hanem kilóra. Valamelyik hiperben. Egy szem szaloncukor. Akkor inkább az leadjon. Tehát akkor jöjjön mindenkinek egy körimér, köszönjük szépen a melód gyerekek, jövőre találkozunk. Az is egyébként nagyon elegáns. Például a főnöktől képzeld el egy körimér, amiben mondjuk azt írja, hogy köszi mindenkinek mindent. Hát egy vesző az egész éves, Lajos, vagy nem tudom mi. Érted? És akkor pirossal. Lajos? Ja, ez most csak félre ment. Lajos, jól értettem? Lajos? Rezső. Mi is nagyon örülünk a karácsonyi ajándéknak. Károly, jó, ne legyünk paranoiásak. Lajos? Igen, senki semmit nem értse félre. Ugye nem egy ritka névről nem beszélünk, ugye? Jó, ezért meg Lajos mondtam. Előfordul, hogy másnak is még ez a neve ebben az országban, aki vezetőbeosztásban van, talán. Esetleg. Karácsonyt, Lajos. Jó, akkor várjál. Csak jelzem, holnap céges bulinkban, én szeretem, hogy ennek finoman. Teljesen tudattalanul a tudatalattidból feltört ez a név, és megpróbálsz megágyazni a holnapi céges bulinkban. Megpróbálok ellensúlyozni. Na, tehát akkor köszi mindenkinek, mindent veszi az egész évest, Viktor. Igen, ebből csak így lehetett. Na, itt egyet egy igazságot. Igen, mi minek örülnénk? Hát a holnapi bulinak. Vagy ha Lajos nem csak. Igen, ha Lajos nem hír a fő 10 órakor. Hallottalak. Mit szeretnél? Vegye vissza a kis csávó. A kicsi vegye vissza Balázs velet, mert Lajos meg baj lesz. Na, szóval, hogy... Most nem arról van szó, hogy üzenünk, vagy csak kérdezem, hogy mi most... Ti örülnétek. Figyeljetek. De már az is jó, amit kap az ember, nem? A bulit? Hogyha van, ha már a cég azzal gondol rá, hogy van egy buli, kapsz egy kaját, kocintasz, együtt vagy, és egy kicsit, van egy céges buli. Lesz kaja? Hát szerintem nem lesz. Lesz. Fasírtasz egyet, és tervozva te hát. Akkor lesz. Nem tudom már, holnap lesz, ami céges lesz. Biztos lesz. Csak nekem nem szokott menni. Biztos, hogy lesz. Marapöri. Hát majd te hozol valamit, egy trapistát. Becsomagol a celofán, és ott kiránt. Nem, biztos, hogy ezt kisítik, aztán kell. Nem, a szerencsém alatt bolonyai lesz, mert azt tudok én, és már nem keverik össze. Nem. Szerintem mi most nem paraszkodunk, mert azért ez jó lesz. Szerintem. Mi kéne még, hogy még minek jó örül, minek örül az alkalmazott? Pénznek örül, pénz. Leginkább az a legjobb. De pénz. Ha adjuk ezt egyébként... a szaloncukrot, szerintem azért a pénz. Igen. Tehát a pénzjutalomnál nem talál be semmi. Mindig jobban. Azt mondják, hogy pénze nem lehet motiválni. Én mindig azt mondtam, hogy az akkori, azok, akik nem akkori akarnak, főnökeimnek, hogy de szerintem lehet, próbáljátok én ki. Én azt mondom, hogy próbáld meg. Igen. Tehát, hogy én is ezt mondtam. Próbáld meg. Hát nézd meg, hát adjunk ennek egy esélyt. Hát most honnan tudod, hogy mit vált ki belőlem, érted? Pénzzel nem lehet motiválni, mondta a tripla nyakú, kifugszolt kopasz, hogy beszélt a Kohibába, persze. Tehát, hogy így, ezek szoktak által mondani, pénzzel nem lehet motiválni. De hogy nem? Hogy ne lehetne? Érted, egy 13. havban azért lehet motiválni. Lehet, nem. Igen. Karácsonyfával próbáltak bennünket motiválni annak idején. Mindenki kapott egy karifát. Mindenki kapott egy karácsonyfát? Ami azért volt gáz, mert ugye nem tudtad kiválasztani, hanem odahoztak az udvarra 40-et, és akkor ott elkezdett a tömegverekedés kibontakozni, hogy kinek milyen fa kell, mekkora kell, és aztán jött a gond, hogy viszed haza. Úgyhogy annyira nem volt nagy. Aztán egyszer kaptunk a Damban régen utalványt. Emlékszel, karácsonyfa utalványt, Zsül. És akkor azért, az például tök jó volt, azt szerintem aranyos volt. Karácsonyfa utalvány? Igen, elmehettél egy céghez, és kiválaszthattad, hogy milyen karácsonyfa. Ugye az akkori Danubis tulajának a fenyőfát árul a cégét. Azt nem tudom, hogy volt ilyen összefüggés. Ott vagyok, egy utalványt vásárolja le nálunk. Csak is itt lehet átváltani. Igen, hát ez egy érdekes dolog, ez a karácsonyi ajándékozás. Nem. Jó, ezt mondjuk, ezt a változatot azért mi is ismerjük, hát hogy volt ott, hogy ez egyik műsorgyártó cégnek tulajdonosa adott a dolgozóknak, meg az alkalmazottaknak ajándékot. És ezt az ajándékot tényleg le lehetett vásárolni a közeli bevásárlóközpontban az ő üzleteiben. Ez nagyon szimpatikus, nagyon aranyos volt, hát egyik zsebéből áttette a másikba gyakorlatilag. De szerintem menő. Jó, de mit tudtál venni? Igen, de ha nem vásároltad le, már 31 megbüntették és levontak a fizetésre. Tehát ott volt apró betűs része, és kötelező nem vásárolt. Igen, hogy vásárolt. Tényleg.
Kötelező levásárlás volt, igen. Na, drága hallgatók, lehet egy kicsit panaszkodni, jó? Ami nektek az elmúlt évekből tényleg rosszul esett, és olyat írjatok, amikor nem hittetek a szemeteknek, és azt mondtátok, hogy te jó atya úristen. Hát, hogy komolyan tényleg ezt érdemlem. Vagy azért, mert akkora dolgot kaptatok, vagy azért, mert hát annyira semmi, de én azt hiszem, inkább az utóbbi lesz. Nem? Sajnos. Inkább az utóbbi lesz. Magyar valóságot ismerve. Igen, egy kimásolt oldala, mondjuk a 100 leggazdagabb embert, és bekarikázva a főnöknek. Köszönjük szépen a főnökötök, a 83-ról átlépett a 22-ig. Még 40 milliárdot keresett. Ez az a ti érdemetek. Úgyhogy mindenkinek egy Forbes magazin. Így van, legyünk együtt büszkék. Legyünk együtt büszkék, lapozgassátok, és merítsetek belőle erőt. A 43. oldalon találjátok a 100 leggazdagabb a főnököket. Január közepén nem vagyok. A céges karácsonyi során a főnökünk élménybeszámoló tartott a nepáli nyaralásáról, melyet projektoron kivetített fényképekkel illusztrált. Ezzel köszönte meg a munkánkat, értitek? Hát, hogy szóval ő a paré. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ő a paré. Igen, ha odaérte az illető nevét, ha lehet a nevet, nem mondjátok. Nem mondjuk. Nem közvetlen vele, de cégcsoportomról dolgozom. Nézzék meg! Nepál. Innen egyenesen mentünk helikopterrel. Nem. Vittek minket. Vittek minket egy helikopteres túrára. Megnéztük az Everestet. Innen egy picit átrepültünk Lászába. Megnéztük Tibetet. Majd tovább indultunk a Kajlászhegy felé. És a végén egy indiai raftinggal. Így van. A Szikkim tartományjal és Punjab tartományjal zártuk a 3 hetes körutazást. Megcsinálnád ezt egyébként? Hát, ugye? Hogy azért ehhez kell egyfajta. Igen, intelligencia hiány. De ebből látszik, hogy ez egy spirituális beállítottságú ember. Abszolút. Igen. Köszönöm a sok munkát. Nagyon sokat keresett a cég. Nepálba mentem. Megkeresem a megvilágosodást. Nagyon sokat gondoltam rátok. Nagyon sokat. Te tényleg. A mi cégünknél áfás számlát kell vinni a karácsonyi bónuszról, mi kerek 10 000 forint, hogy ezután az áfát még vissza tudják igényelni. Most agyalhat az ember, hogy mi olyat vegyem magának, amit a cég le tud írni. Előző cégnél borítékot kaptunk ajándékba, természetesen nem számítottam semmi jóra. Első karácsonyos kollégina nagy boldogan nyitott, a bónuszt remélt, kaparós sorsjegy volt benne. Hozzá egy pár kiló szaloncukor és egy recept egy forralt borról. Aha. Erre mondom azt, hogy ha nem adnak semmit, az is jobb lenne, írja egy hallgató. Kellemes ünnepeket. Hát ennél csak jobb egy kitöltetlen lottószelvény lenne, és odaírva mellé, hogy ebből még bármi lehet, pont. Éveken át borítékban pénzt kaptunk, 10 000 forint. Idén nem nyert kártya volt a borítékban. Vettük a poént, de kiderült, hogy ez nem vicc, pedig tényleg megy a cég, tavaly 164 millió volt a bevétel. Ez konkrétan megalázó. Ez nem vicces. Dolgoztam önkormányzatnál, figyeljetek, az egyik év végén kaptunk egy hólapátot, meg egy vesszőseprűt, hozzá a szöveg, hóesésben, ha jövünk dolgozni reggel, akkor meg tudjuk takarítani a közterületet. Gratulálok. Azt mondja, hogy 7 éve vagyok egy cégnél, de még sohasemmit nem kaptunk karácsonyra, még egy SMS-e, hogy köszönjük a munkánkat. De sírni minden év novemberétől elkezdenek, hogy nagyon rossz év volt, éppen hogy nullásra ki tud jönni a cég, holott az előző években is milliárdos tiszta nyereséggel zártak. Sanyika írta nekünk. 2000-ben kaptunk a vezérkartól egy 2000-es számgyertyát és telefonos köszöntés Olaszországból, mert hogy sieltek. Ő úgy írta, hogy sieltek a köcsögök, de én ezt nem akartam elolvasni. Igen. 6-an voltunk, vendéglátásban dolgoztunk. Képzeld el, hogy kapsz egy ilyet. A gyertyát hazafelé a kocsiból, amit ajdett. Hello big. Tehát ő kivágta a gyertyát, igen. Vagy átjön egy telefonos kapcsolás. Hogy a főnökik ott vannak, és Olaszországban. Üdvözlet az Olasz Tirolban. Látod, hogy annyira megsieli a lejtőtépfen. És ráadásul ilyen Skype-os kapcsolatot. Lásd, hogy hol vagyunk. Igen. A főnökünk lefényképeztette magát a cég táblánál, ezt borítékolta, és mindenki kapott egy példányt, sajnos pénz nem volt mellette. Hm? Mosolyogjon, főnök! Én cégem! Most repül a kismadár, és utána ezt megkapja minden alkalmazott. De atya úristen! És hogy ők tényleg cégvezetők. Tehát az érzelmi intelligencia, hogy azért az valójában mennyire jelzik, hogy lehet, hogy azon a szakterületen egyébként baromi sikeresek és megoldják, de hogy azért emellé nem társult némi érzelmi intelligencia, hogy nem adod magad oda a cégtáblán mindenkinek. Mire számítasz? Otthon kirakod? Igen. Tehát ki bekereteszteted, hazamész, és az anyád, az apád és a tesód képe mellé lerakod a cégvezető cégtáblával? Igen, hogy milyen jó a főnök. Milyen jó a főnök. Hiszen egész évben kaptunk. Mit gondol? Vagy mit csinál vele? Apád és a tesód képét hátrébb tolod egy picit a második sorba, és az első sorba berakod a főnök. Igen.
Azt mondja, párom külföldről hazatért főnökétől egy tábla lejárathoz közeli törött táblás torta bevonót kapott. Hát ha is törött, te érted, úgyis felolvasztod a torta bevonót. Hát nem. Tökéletesen nem, igazad van. Hát minek? Érted. Most volt a karácsonyi céges bulink, jeleztem a főnökségnek, hogy ételallergiás vagyok, úgyhogy én nem kaptam semmit vacsorára, vihettem magamnak, de ez nem volt baj. Sokkal keményebb volt, hogy aki nem jelent meg a bulin, levonták az árat a fizujából. Igen, hát figyelj, ki volt fizetve. Konyha felszerelési cégnél dolgoztam, karrier előtt a főnök szólt, hogy válaszunk egy darab terméket, amit szeretnénk. Mikor megvoltunk, közölte, hogy ezeket megvehetjük beszerzési áron. A legjobb. Elhiszed, nagyon nagy. Elhiszed. Céges bulinkon a kaja az aznapi menü volt az étteremből. Ajándékként pedig 10 darab fadiszt választhattunk. És egy képkeretet. Hát ez is kemény. Pro és kontra. Mobilos cégnél voltam értékesítő. Pár éve, amikor újdonság volt az almás telefon 5-ös szériája, az egyik fuvarozó cég a partnereknek azt adott karira. Mi ugyanebben az évben a főnöktől csokiból kaptuk ugyanezt a telót, de legalább elment érte Bécsig. Na. Így hallgatunk. Soki iPhone-t kapta? Igen. Mi egy USB telótöltőt kaptunk karácsonyra, most ment legjobban a cégnek idén. A karácsonyi partin a kaját mikroszkóppal lehetett megtalálni, olyan pici adagok voltak, puszi. Azt mondja, hogy Nyíregyházi kórház, évvégi jutalom, a dolgozóknak 2x4 darab spáros 20%-os kupon, amit egyébként boldog-boldogtalannak dobálnak a postaládába. Azért ez is kemény. Nagyon kemény SMS-ek vannak. Igen. Az idei karácsonyi ajándék volt a legszebb, egy fotó arról, hogy a főnökeim nyaralnak, és alá volt írva, hogy boldog karácsony mindenkinek. Hogy nincs senki, aki szóljon ennek az embernek, hogy főnök, ezt ne. Fényleg lehet, hogy nem is érteni. Nem érteni. Hát, ha érteni, nem küldeni. Hogy megosztom az én boldogságomat így a dolgozóimmal. Van egy hallgatónk, halló. Sikerem, a ti sikeretek is. Csaba, na te mit kaptál? Hát majdnem olyasmit, mint amit az előbb említettetek, ez a lefotózva a főnök, csak itt nem lefotózva volt, hanem leírva. Konkrétan arról szól a történet, hogy egy 90-es évek elejéről beszélünk, tudni kell, hogy akkor egy Magyarország egyik meghatározó nagy vállalkozója, aki egyébként mellesleg országgyűlési képviselő is volt. Na most a teljes cégvezetést meghívta névvégi vacsorára, a székhely városába, egy ilyen nagyon exkluzív helyre, egy szállodába, tehát egy nagyon komoly vacsora volt, és mellé egy nagy megkötött könyvet kaptunk, hát nagyon szépen be volt kötve, gyönyörű piros posztóba, szóval egy nagyon komoly valaminek tűnt, gondoltuk, hogy biztos benne még van azért valami boríték, vagy ilyesmi. Hát amikor kinyitottuk, az elég sokan meglepődtünk, és így egymásra néztünk, ugyanis a országgyűlési felszólalásai voltak kinyomtatva egy bekötve. De komoly. A nagy ember. Atya Isten. Tudni kell, hogy abban az évben a forgalmát konkrétan egy nagy rendel növeltük akkor így a kereskedelmi vonalon. Úgyhogy úgy eléggé ledöbbentünk, hogy hát ennyi az ajándék. Hát hogy olvasgassátok, hát tanuljatok belőle. Hát nem, megmondom őszintén, én mindig ilyen pasi voltam, hogy én szerettem az ilyen magas labdákat leütni, úgyhogy oda is mentem, és megkérdeztem, hogy elég elolvasni, vagy meg is kell tanulni. Így rám nézett, mondtam, hogy de egyébként, ha ennyire rosszul ment a cég, és esetleg a családnak már nem jut a karácsonyfa alá, akkor én az ezévi jutalmamat, amit biztos majd valamikor megkapnék, azt felajánlom erre a célra, és akkor így el is váltunk egymástól. Atya Isten, hát szemtelen. Igen. A parlamenti felszólalása. Olvasom. Nagyon tanuljatok belőle. Tanuljatok belőle. Van benne meló. Egyébként ez annyira nem egyedi, a feleségem a testvére, aki szalag mellett dolgozik három műszakban, a csajok, azok karácsonyra egy tollat kaptak. Ez a nefe semmi fog. Igen, az úgy nagyon kell. Tehát az nagyon-nagyon kell. Tehát pont minden íróasztalom a 35 darab, hanem egy ilyen tolmániás, hogy legyen az öltönyöd belső zsebében, de az nagyon kell. Egy toll mindig jó, ha van az embernél egy új toll. Az nagyon fontos. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Kellemes ünnepeket. Hello. Én több mint 10 éve dolgoztam Mekiben, éveken keresztül a megmaradt kólás üvegporrakat kaptuk. Nagyon szép ajándék. Annyi poharam van, hogy kocsmát nyithatnék, pedig még a rokonoknak is. Atya úristen, azt mondja, hogy minden évben egy darab irattartó mappát kapunk. Darabja körülbelül 10 forint. De azzal forgalmazzátok? Tehát van belőle sok? Hát, vagy tudja, vagy egyszerűen csak, hogy tudd az adataidat, papírjaidat hol tárolni. Hát lehet, hogy szeretik, igen.
Azt mondja, az egyik évben olyan visszahívott illatgyártyát kaptunk, aminek mérgező volt a füstje. Egy multicég volt az ajándékozó. Az illatgyártyát azóta visszahívta. Úristen, jól menő nyomda, gyerekeknek háztartási kekszet csomagolt be egyenként céges papírba. Egy darab kekszet? Igen. Igen. Kis KKV-nál dolgoztam, az akkori főnök az évek óta a polcon porosodó díszgyertyákat csomagolt be karácsonyra. Konzervgyárban kiválogattattak velünk a raktárban a lejárt konzerveket, ezt osztották ki a karácsonykor a dolgozóknak. És még te válogattad, tehát az milyen, hogy tudtad, igen, hogy tegnap előtt kiválogattad? Töltőállomáson dolgozom, 345 gram szaloncukrot kaptam. 345? Egy doboz szaloncukor. Egyszer kaptam egy lejárt olasz kuglófot. Most évek óta savanykás bort kapok. Gábor, nagyon szeretjük az esemesetet, hát igen, kitartás. Nem kávézom, a főnököm tudja, hisz mindig invitál egy kávéra, ő iszik, mindig mondom neki, hogy nem kávézom, erre az ajándékom két csomag kávé. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Na, egy nagyon helyes kis híre bukkantunk, az egyik áruházlánc logójára emlékeztető, hát kimondom egyébként, nem teljesen nem reklám, Tesco-szerű logóval hirdeti magát, és hétköznapi nyitvatartását egy ózdi templom. Hát annyira bírom egyébként ezt a fajta humorérzéket, mert hogy a mi kis lelkipásztorunk egyébként az ismert áruházlánc reklámjára hasonló táblával csalogatja be a híveket, és hát feltette egyébként, hogy gazdaságos bejáratként emlegeti önmagát, illetve hogy vasárnap is nyitva tartanak, és... Nem, hogy hétköznap, ugye? Hétköznap is nyitva vagyunk, így van. Mert ugye az a Tesco szlogen az az, hogy vasárnap is nyitva, ez meg úgy szól, hogy templom, hétköznap is nyitva. Hétköznap is nyitva, így van, hogy jöjjenek be a hívők előszeretettel, mert hogy tényleg ne csak vasárnap menjenek, hanem hétköznap is. És ezzel a fajta szellemes kis hirdetéssel hirdeti az igét, hirdeti az istentiszteletet, a misét, hogy menjenek be hétköznap is a lelki pásztor, vagy az atya órájára tulajdonképpen, ügyfélfogadására, hogy ilyen nagyon modernül mondjuk. Szellemes, én szeretem, amikor így megpróbálnak beleolvadni a modern hétköznapokban. Hát meg megtalálta a megfelelő hívószavakat. Látta, hogy a nagy hiperbe irgalmatlan tömegök ácsorognak, vásárolnak, jönnek, mennek, ott vannak, kicsit olyan nekik, mintha a második otthonuk lenne, és ezért egy kicsit átbrandigelte a templomot, és gondolom a persejér is kell írva, hogy a legkisebb is szám. jelezve a hívek felé, hogy még lehet. Igen. Na, itt van már is a vonalban István. Jó reggelt kívánunk, hello! Szia! Sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt! A templom görögkatolikus, ugye? Jól mondjuk? Igen, én is görögkatolikus pap vagyok. Na, Bocsán. Akkor átteszik. Feri létszik. Ferenc, ez ne haragudjon. Érte, ne kóstolgass már korábban. Hogy kiraktad ezt a feliratot? Mi nagyon szeretjük az ilyenfajta humorizálást egyébként. Miért gondoltad azt, hogy ez hatásos lehet? Nyilván van egy közösség, akit meg tudok szólítani, akikkel rendszeresen találkozom, és hát Ózdon lakunk, ami nem arról híres megint csak, hogy a kereszténység annyira dübörögne, és szeretnénk másokat is elérni. Hiszen az üzenet, amit az egyház, a görögkatolikus egyház, amit Jézus Krisztus adott a számunkra, az mindenkinek szól. És egyébként is azt gondolom, hogy időnként jó a szokásos kereteket picit túllépni, hogy kilépjünk a megszokott keretek közül. Többen lettek ezáltal egyébként? Mentek hétköznap? De sokkal inkább az a jellemző, hogy érdeklődés van is, hogy egy picit ismertebbé lett a közösségünk. Nyilván ez egy hete van kint, ez a tábla nem is sokáig lesz már kint, de én gondolom, hogy sokan fölkapták a fejüket, hogy itt azért egy picit másról is szó van, nem csak egy középkori dologról. Uh-huh, de nem úgy lett ismertebb a közösség, hogy azt mondják, hogy hallottad, én kiintött az új Tesco. Figyelj, én mondom, hogy jó, nagyon fura, itt nem lehet kapni semmit. Az ostjájuk nagyon jó. Tényleg volt, aki bement és kereste a kasszát? Persze. Hát nem a kassza az érdekes, nem a kassza az érdekes, hanem az Istennek a keresése, ami azt mondom, hogy minden emberben benne van. Csak ki, hol és miben keresi. Voltak rosszalom megjegyzések esetleg a gyülekezet idősebb tagjai részéről? Hát ez az orosz. Érdekes egyébként, hogy egy fiatalabb testvének volt egy ilyen, tudod, gyűlítő, a like mellett van ilyen jel a Facebookon, mert a Facebookon is megjelent a felirat, és akkor egy fiatalabb testvének volt egy ilyen gyűlítő
megjegyzése. De van saját Facebook oldalatok? Hát az Ördög Ortodox Egyházközségnek igen, van. Nagyon jó. Ezt bírom. Nagyon helyes. Ez tök jó egyébként. Mondjuk nem én kezelem, azért a gyerekeim kezelik általában, mert hogy nekem annyi gyerekem van, mint nektek hármótoknak. Ötös? Hát jó tud számolni, jó van, köszönöm. Jó. Nem, már tudtam, hogy kikkel fogok beszélgetni, és kicsit utána de arra is. Ja, tényleg, utána olvastál, komolyan? Igen? A Wikipédiát megem, hogy nem. És megnézted a Wikin, hogy hány gyerekünk van összesen. Hányat hallottatok, de igen. Egyébként hallgatsz rád? No, de ez mi is oda a dolog? Mi az, hogy hányat vallottatok be? Hát jó. Hello. Ebben a szabatos világban azért sok minden előfordul. Atyám, én adáson kívül felhívnálak, beszélnünk el. Kérlek, gyóntass meg. Tudsz titkot tartani. Így a voltál első áldozó, akkor semmi akadálya. Hát, voltam. Voltam. Csak füstölt a szentelt víz, és anyám kihozott a templomból. Igen. Te figyelj, a felhívás miatt gyalogoltál, nem is tudom, tavaly előtt 120 kilométert? Négyszer mentünk már el innen Máriapócsra, gyalog férfiakkal, és tavaly már 20-an voltunk, és rendkívül érdekes, mert minden nap gyalogunk 30 kilométert. És ez azért emberpróbáló, mert nagyrészt aszfalton megyünk, de ugyanakkor olyan közösséget hoz össze, hogy el se innétek. Tehát itt, mit tudom én, 5-6 cigány testvérünk is volt velünk, barátom, és itt nincs rasszizmus, meg nincs szegregáció, tehát együtt eszünk, együtt izzadunk, egy kocsiban van a cuccunk, nagyokat beszélgetünk, együtt imádkozunk. De bűnös gondolatokkal mit csináljunk? Segíts egy kicsit. Tehát, hogyha nem csak hülyeségből mondanád a Jónát. Nem, ez most komolyan kérdezem, hogy... Én azt gondolom, hogy nekem az, hogy én 51 évesen egy kiegyensúlyozott családapa vagyok, és valamennyire hitelesnek élem meg magam, ebben a lelki vezetőimnek óriási szerepe van. Akiknél időnként havonta két hónapot elvégzem a gyónásomat. Istenem, hát az nekem csak egy gyónást tartana két hónapig, nem lenne elég a havi. De ez nyilván kívülről így látod, de ez belülről egészen másképp néz ki. Felnőtt emberek vagytok, tehát ez egy csoda, amit én megélek a gyónásaimban. És egyébként, hogyha papi életem öröméről beszélek, annak is az egyik legnagyobb öröme, amikor másokat segíthetek az ő lelki életében. De aranyos vagy, nagyon helyes ember vagy. Örülök, hogy találkoztunk. Köszönjük, vigyázz magadra! És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Na, hát már csak néhány napi Star Wars premier. És egy csomó kérdés eszembe jutott az ilyen típusú premierekkel kapcsolatban. Hogy van ez ilyenkor? Mikor érkezik meg a kópia? Vagy ezt hogy csinálják? Hát azért ez egy különleges sztori, tehát hogy ez nem egy átlag kópia, gondoljatok bele, hogy ezt a világon mindent, ez nem egy átlag film. Na, mindjárt felhívunk valakit a forgalmazó cégtől, hogy egy kicsit segítsen nekünk, és mondja el tényleg, hogy kerül moziba. Hogy adják oda azoknak, akik szinkronizálnak a szinkron stúdióban. Ki őrzi ezeket a kópiákat? Éjszaka hol tárolják? Hát figyelj, nyilván nagyon komolyan megbüntetik a forgalmazót, ha ez idő előtt felkerül az internetre, mert akkor az a forgalmazó hibája. Ezt valahol páncélszekrényben tárolják? Ha én veszek egy jegyet, mondjuk most vasárnapra, felveszek egy Csubakka jelmezt. Mert nekem Csubakka jelmezben van kedvem elmenni moziba. Aha. Abba megyek moziba, amiben akarok. Akkor téged nem enged meg. Akkor engem nem engednek be, mert egyébként a Disney engem megbüntet, hogy én ugye használom azt, aminek ők a jogtulajdonosai. Vagy én elmegyek birodalmi rohamosztagosnak egy nagyon nagy nácsosszal a kezembe. Brutál kólába. Jó, akkor jöttem, lejába megcsába a hajam, Viki eljön lejába, meg befonjuk a haját, én meg elmegyek Han Solo-ként, rakok a lipótiba két kakós csigát. Akkor engem nem engednek be a moziba, mert a jogtulajdonos azt mondja, hogy semmilyen szinten nem jelenhet meg az, ami ugye hát az ő márkája le van védve, én nem mehetek el Csubakkaként moziba? Hát eleve szerintem neked lukként kellene elmenni. Akkor lukként elmegyek, oké. Csubak az inkább Feri. Így van, de jó, nekem hát, nem hogy... kell jelmez. Ja, mondjuk ez is igaz. Igen, most már most nem jelenhettek meg lukként? Nem. Hát mert át fognak mert az figyelni. A Disney? Tehát ők ezt levédik, hogy senki nem mehet el semmilyen fegyverrel, lézerkalddal, műpisztolya, semmivel? És hát most kell még Java. De vigy oda, igen. Eljössz mellettem, kis, csinálok neked kis füleket. Most hogy utálnád, hogy elmész a haveréd a moziba, és az előtte lévő sorban ilyen fénykardok állnak fölfelé, meg a birodalmi lépegetőnek beöltözve ülök. De ha csak normálisan ülök Han Solo-ként, vagy Csubakkaként a hátsó sorba, és néha adok egy ilyen...
Nem lehet? De. Megvág a Disney? Szerintem nem. Nem? Szerintem meg. Egyszerű fanatikus rajongó. Tehát szerintem lesznek még egy páran a jellemezve. Érted, hogy micsoda bizony csata alakulnak ki a birodalmiak és a lázadók között ott a moziban, hogyha nem engednék be őket. Ezt csak azért kérdezem, mert hallottam, hogy az újságírókat a vetítések külön figyelmeztették, hogy nem vihetnek telefont, ha visznek telefont, le kell adni. Oké, hogy nevet föl. De hogy senki nem vihet fénykardot, lézerkat, tehát semmi nem jelenhet meg rajtad abból, ami a filmben van, mert hogy lesz vagy kira, akkor egy ilyen, hogy hívek két biztonsági őrt, én fémdetektorral fog állni majd az ajtón, és lesz egy nagy kosár, amit tele lesz dobálva mindenféle fegyverekkel, lézerkartokkal. Hát nézd, ismerve egy-két újságírót, azért egy-egy internetes portálról vannak annyira elvetemültek, hogy egy kicsit beleforgassanak, nekik majd le kell adni. Igen, vagy levágják a bal kezüket. Igen. Vagy a jobb kezüket. Na, van egy kis segítségünk, mert hogy itt van a Fórum Hungári Marketing és Kommunikációs vezetője, Bartók Anna. Hello Anna, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Te a forgalmazó vagy egészen pontosan? Igen, vagy én a filmforgalmazó vagyok, mi a filmforgalmazó vagyunk. A filmforgalmazó vagytok, hát tele vagyunk kérdésekkel. Te fogod látni először az országban? Én már láttam. Ne! Szakadozik a vonal, haló? Haló, meg fog szakadni? Tényleg te már láttad? Te már láttad? Na mi van Lukkal? Ki a maszkos? Igen, a sanszos, hogy egy élő rádióba fogod elmondani, igen. Tudod, fekete maszkos szit? Igen. A Komornyik a gyilkos, tudtam, mindig nem mondhatok semmit róla, tehát nyilván teljesen, de nagyon szigorú titoktartási nyilatkozatot kellett nekünk is aláírni, úgyhogy egy szót sem mondhatok. De milyen formátumban tudod megnézni? Milyen formátumban kapjátok meg egyáltalán? Megérkezik ez repülőn? Ugye le kell vetíteni a Korhatár Bizottságnak is bizonyos idővel előtte, hogy megkapja a besorolást. Igen, és ezt a Korhatár besoroló vetítésen láttuk egy moziban. Korhatár Bizottság, és ott ül a bizottság, ilyen őszöreg apók, anyukák. És ki, egy püspök van benne, Balázs Fecó. Balázs Fecó, Ferdejsz. És Kövér László. Igen. Néhányan az Elem által, és Kövér László, és akkor ott eldöntik, hogy... Így van. Szüljünk, vagy ne szüljünk. Megnézzük, hogy miért kardoznak, úgy, hogy nem szülnek. Ki az a nő kakócsigával a fején? Miért nem inkább gyereket szül? És akkor ezen te láttad, vagy ezen ti is láttátok? Így van, igen, ezen a bizottság és a kollégáink. Oké, nem csak egészen apró részletek érdekelnek, hogy hogy érkezik meg a kópia. Tehát kaptuk egy hírt, landolt Feri egyen a kópia. Kimentettek tényleg egy Lada Nivával, vagy egy Barkasszal, vagy egy százaskodával, vagy Mercedes, tök mindegy, és megkapjátok egy lezárt dobozban a kópiát? Vagy az hát átküldik digitális formát? Hát egy kombi ezzel megyünk, hogy beférjen a szóval. Amit folyóállóvá tettetek néhány USB lappal. Így van. Igen. És hogyha látsz a városban ilyen stormtroopereket, akik ilyen rohomosztagosokat, akik egy ilyen kis szerszámos ládával szaladgálnak, az a kópia maga. Ott van a kópia. Ott van velük a kópia, igen. De tényleg egy digitális formában küldik át, vagy ez valójában igen, megérkezik, igen. Átküldik? Nem. Tehát ez nyilván olyan nagyon sok részletet nem mondhatok el erről, de hogy az egy általános dolog, ez minden filmnél így van már, hogy nincsen már filmszalag, tehát nem tekercsek érkeznek, és egy iszonyú tömegű kópia halom, hanem amit most már kópiának hívunk, az valójában egy digitális dolog, tehát ezek merev lemezek valójában, és ezek konkrétan ilyen pici kis szerszámos ládákban érkeznek. És akkor jön a jogtulajdonos a Disneytől, és egy nagyon egy Disney spólóban átadja a reptéren a forgalmazónak? Vagy a gépéről valaki leszedi, és onnantól kezdve az ő kezében van. Nem, ezt átadják a forgalmazónak, és a forgalmazónak többek között ez is a feladat, hogy eljuttassa a moziba ezeket a verevlemezeket. De te egyet kapsz, nem? És akkor ti másoljátok le a szinkronosat például. Ne ezek azok a részletek, amiket lehet, hogy nem lehet. Általános dolgokat mondhatsz. Az nem így, hogy a mozik, de egyébként általában úgy szokott lenni, természetesen ez nem biztos, hogy ennél a filmnél is így van, na, ezért nem lehet ezeket itthon másolni. Tehát ezeket nem lehet itthon másolni, hanem ezeket előre megrendeljük, és annyit kapunk belőle, amennyit kértünk. És ti hogy tudtok vigyázni arra, hogy például a szinkron stúdióból ne menjen ki olyan részlet, amit nem akartok? Hát ott a színészek nem is, de a szinkron rendező lehet, hogy látja az egészet például. Azért ez nagyon-nagyon ügyesen ki van találva. Egyrészt a szinkron stúdióval nem mi vagyunk kapcsolatban, hanem a Disneynek van egy külön részleg erre, aminek az a neve, hogy Disney Character Voices International. És a stúdió velük szerződik, és ennek a filmnek az esetében olyan szigorú titoktartási nyilatkozatot kellett aláírni a szinkron stúdiónak is, hogy még nekünk sem árulhatnak el semmiféle részletet erre. Aha. És még a biztonság idején néhány gyereket is túlszul ejtettek a szinkronelőző családjából. Ha mondjuk valahogy kikerül, akkor nektek anyagi felelősséget is kell vállalni, hogy ugye minden megtettetek, és ti sem tudjátok, hol volt a lék a rendszerben, de valahogy kikerült. Tehát van egy ilyen opció a szerződésben. Lajos azt mondta, hogy átviszi a kor
Darwinba. Igen, igen, csak elhagyta a 3-as metron befelé a Feri 1-2-re. Igen, egyébként kerültek már ki fotók a kúpjáról, nem tudom, hogy láttátok-e Amerikában is, és itthon is, hogy megérkeztek a mozikba. Uh-huh. Jó, de ők már 1000 évig sarlak gyomlában égnek. Őket már igen, a Disney. Már tudjuk, hogy kik azok. Bocsánat, hogy mi is volt, tehát, hogy az anyagi felelősség. Az anyagi felelősségen gondolkoztam, igen. Hm. Mit mondhatsz nekünk a filmről? Ki tudnál csengetni, hogy legyen otthon egy kópiája? hogy tudnánk, hogy el lehet azt intézni, hogy mi hárman valamikor megnézzük? Nálad. Én viszem a kaját. Nálam, nem. Hát nagyon isteni bármikül csinálok. Azt gondolod, hogy nekem van itt egy ilyen vetítőgép, amiről kópiákat tudok vetíteni, sajnos csak egy kisebb projektorom van. Tehát erről nem fogjuk tudni levetíteni, de úgy tudjuk elintézni, bár úgy tudom, hogy erről már hivatalos megkeresés is érkezett felétek, de nem, hogy nem minden holnap, este, igen? Holnap este esetleg egy vörös szőnyeges díszbemutatót tudok felajánlani, hogyha ez érdekel benneteket. Nagyon sok beöltözött rohamosztagossal. Na most várjál, nekik be lehet öltözni, mert mi azt hallottuk, hogy nem lehet úgy moziba menni, hogy jelmezben vagy. Igen, ez egy új biztonsági előírás a mozik részéről. Ja, hogy nem bemenjen egy terrorista. Igen. Tehát gyakorlatilag azért is, tehát ez egy új szabályozás, hogy maszkban, illetve fegyvernek látszó tárgyal nem lehet bemenni a moziterembe. Igen. Igen, hát ebből már tehát, volt probléma korábban. Igen. De ha akarok, igen, mondjuk, akkor mondjuk Han Solo-ként bemehetek fegyver nélkül abban a ruhában? Azért igen, nem bánt a Disney, igen, nem? Igen, igen, azért nem bánt senki. Tehát hogyha te otthon fogod magad, varsz magadnak egy Han Solo ruhát, és abban elmész moziba, azon semmi probléma nincs, csak fegyvert ne vigyél magad, de illetve maszkban ne menj. Az, hogy holnapon céges bulink van. Ajaj. Ajaj. Holnapon céges bulink van. Ma éjszaka nem tudjuk megoldani. Ma éjszaka. Éjfél után, az már csütörtök. Éjfél után nem lehet valahogy. Egy vagy halljak. Nem kell nekünk egy nagy mozi, most beülünk mi a Puskinba, vagy az Urániába, vagy valami. Igen, az Alfa. A Vörös Martival. Hát akkor már az IMAX-terembe kellene bevonnotok, nem? Az is jó. Egyébként nagyon jó ötleteid vannak. Egyébként. Igen. Tényleg, ezek használhatók. Meg azt nem lehet, hogy holnap hajnali, mint én 3:30-tól megnéznénk, és 6-ra bejönnénk dolgozni. Esetleg holnap reggel el tudtok jönni a sajtóvetítésre. Hánykor van a sajtóvetítés? Hát ezt nem fogom elmondani élőadásban, mert nem szeretnék még 150 másik embert akik oda jönnek, de ezt adáson kívül szívesen megbeszélhetjük. Jó, azután? Hogyha van kedvetek. Hogyne, mindenhez, persze. De ez nem arról szól, hogy nem akarunk magunknak venni 2 jegyet, hanem arról szól, hogy minél hamarabb hagyd nézzük meg, mert óriási Star Wars szerek vagyunk, persze. Ezeket az opciót tudom felajánlani, tehát a holnapi napot. Jó, mondjuk itt ragadnám meg a lehetőséget is jelezni, hogy 23-ára van egy eladó jegyem. De remélem az egyik népszerű aukciós portálon, mert legalább 7000 forint per darabjáért árulod. Igen, simán lehet majd ilyeneket látni. Vannak már ilyenek. Na valami, 1-5-ig mondj egy számot, akkor tessék. Legalább azt, hogy milyen. Na, annyit elmondhatsz, hogy 6-os vagy 2-es? Ő a forgalmazó 5-öst fog mondani. 5 pluszos. Tehát egy 1-5-ig terjedő skálán, ami 5 a maximum. Mm-hmm. Ezt tőzsd el te? Te egyébként nézted az előző részeket? Vagy nagy Star Wars fan vagy? Vagy szeretted, nem de vagyok. Nem tartozik a kedvenceid közé? Nem vagyok, tehát egy képben vagyok ezzel kapcsolatban, nem vagyok a leges legnagyobb rajongó, vannak a környezetemben olyanok, akik nagyon nagy rajongók, úgyhogy nem tudom, egy ilyen közepes. Kedvelem. Uh-huh. Mondjuk így. Szerintem gyengébb, mint a volt egyszer egy amerikai. Volt egyszer egy amerikai. Igen. Vagy a valami amerikai. Igen, vagy a Vicky Krisztin a Barcelona. No, oké. Okay. Na, hát nagyon szépen köszönjük. Érdekes dolgok ezek. Ötös. Jó. Szeretnék mondani akkor erre. Jó, hát nem is nagyon tudom. Ez ilyen szemét kérdés, az ember nem is nagyon mondhat mást. Jó, de nem, remélem, hogy nem fogtok csalódni. Nem, biztos, hogy megnézzük, aztán beszélünk. Jó, én akkor viszem a nachos, te csak a mártogatót, jó? Ott vagyunk nálad este, na. Köszi. Jó, várlak benneteket. Ciao, köszönjük szépen. Hello, Bartók Annával beszélgetünk. Hello. Feri helyet szívesen mennék, ő úgyse tudja, miről szól a film. Egyébként tényleg így van. Ah, te maradj otthon a tűzhely mellett, szűjjél neked gyereket. Hát érted, hát most próbálod bepotolni, de azért nagyon nem vagy Star Wars fan. Nem, egyiket se láttam. Minek vigyük el? Fel kell készítenünk holnapig téged.
Jó. Fel kell készítenünk, jó. Hogy... Nem vagyok hajlandó megnézni a film az első hatot holnapig. Hát pedig ez igazából ez lenne jó. Tehát nem tudom megnézni. Bár szerintem egy premierre igazán menni úgy eljönni, hogy fingod nincs, hogy kiki csoda. Ja. És mindenki meg akar halni, hogy ott legyen, te meg besétálsz, hogy hello srácok, melyik ez a film? Mit nézünk most meg? A baj, azt mondták, hogy jöjjek. Hol vagyunk? Ez mi? És akkor meglátnod a Hansot. Indiana Jones! Igazából a 4-5-6 a lényeg. Leia és Luke között milyen kapcsolat van? Szerelmi. Szexuális. Járnak és tőlük született a Csubakka. Igen, tőlük született Csubakka és a keresztapjuk Jabba. Igen. Milyen, ez a legegyszerűbb, rokonsági kapcsolat van Luke Skywalker? Igen, Róluki. Hogy mi? Róluki? Igen, mi van? Igen, Róluki. Róluki. Skywalker, igen, és? És nem sem akarom a legközhelyesebbet mondani, van még más, és Beru néni között. Ki? Az a Beru néni. Három évig játszottunk. Hát azt tudom, hogy játszottunk. Beru néni Luke-nak. Beru néni egy mezőgazdász, azt tudom, mert farmja van. Egy pára bejáró nője volt. Lesz éveken kell. Ő neki farmja volt, pára farmja, azt tudom. És hogy mi köze a Luke-hoz? Hát egy héten együtt Owen bácsi és Beru néni. A részek buckalakokkal. Hát Beru néni, tehát ő egy idősebb, akkor ő Luke anyukája. Az a baj, hogy itt nagyon nagy a sötétség. Nem. És mondjuk miért ebből Darth Vader erőt merítene, tehát ez nem jó. Egyelőre te még a sötét oldalon vagy. Több benned a sötét, mint a jó. A Luke-nak a Beru néni... A szélesző. Melyik fénykard, igen, színe jelenti a jó színt? Tehát több színű fémkard is van. Ez fémkard. Fémkard. A fémkard. Melyik lézerstukker? De jó. A fémkard. A fémkardok azok fémből vannak, tehát az egyszínű, fémszínű. Milyen két alapszint ismerünk a fénykardnál? Hm? Alap. Fehér meg fekete. Gondolom. Teljesen hülye. Nem? Hát, hát de most miért? Várja, piros biztos a van. Piros ember és sárga. Csak ember, igen, igen. Piros és sárga. Oké, piros és sárga, de akkor a sárga színű fénykart felvillanása után milyen színű fénykart következik? Piros. Egy kereszteződés. Piros. Piros. Haver úgy villan. Kiknek van piros fénykardjuk? Hát nyilván a Jediknek. Még van másnak is fémkardja? Mint a van, Jedinek? De nem. Tehát a Jedinek nincs piros fémkardja. Neki nem. Akkor másnak is van fémkardja, így mint van, a Jediknek? Másnak is van fémkardja, de másnak van piros fémkardja. De akkor kik, akiknek a piros van? A nem Jedik. Ez a srác, ez jön fel. Oh, holnap ott vagy. Olyan, meg vagyok, ott vagy. Jössz. Ott a helyet holnap 10 órakor. Hát akkor a Jediké a sárga, és a nem Jediké a piros. Vagy nincs sárga? Már majdnem. Az nincs annyira. Nincs sárga. Nincs annyira. Figyelj, akkor végezetül egy nagyon egyszerű kérdés, de tényleg. Ez nagyon alap. Hol? Igen. És az egész, de hol? Mi? Igen, de mi? Hol? Igen. Írj egy hallgató, hogy miért jó a sötét oldal. Feri, miért jó a sötét oldal? Mert ott kevesebb a villanyszámla. Hacsa, úristen. Ja. Robertsnak köszönjük. Köszönjük szépen. De na jó van, hát van még mi behoznod, Ferenc, van még mi behoznod. Jó, holnapig rámegyek, de mondom, a filmet nem tudom megnézni, vagy a filmeket, de akkor holnapra fölkészülök. Holnapra készülj föl belőle. Jó? Elmegyünk a sajtóvetítésre. Nem várunk, nem várhatunk, nem ott kell lennünk. A piros szőnyegen nem tudunk menni, meg azt nem is szeretjük, mert egyikünk se olyan, hogy ott nagyba vonuljunk, meg mutogassuk magunkat, de számítok rátok. Hm. Tehát te megvetted a jegyeket, bár tudom. Az a baj, hogy akkor nem ülhetek be a barátaimmal úgy a moziba, az a baj, hogy én már láttam. Az árulás lenne. Akkor nem együtt éljük át. Szerintem ezt a legnagyobb élményt, lenne, hogy minden egyes jelenetet. Amit az okoz majd, amikor kiderül, hogy nem odaszól a jegyük. Vagy nekem igen. Valójában nincs. Minden egyes jelenet előtt lelőnéd a poén. Igen. Közben megnézed, bemész a haverjaid. Most az lesz, hogy... Vigyázz, Luke, mögötte! Hogy szeretnének a moziba? Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Egy internetes felmérésről kellene, hogy beszéljünk, mert kiderítették, méghozzá egy oldal, hogy a magyarok reggelente legalább annyit veszekednek, mint karácsonykor. És maga a felmérés nagyon érdekes, mert hogy összegyűjtötték ugyanolyan mondat és szavak egymás után fűzésének formájában azokat a kulcsmondatokat, kulcsszavakat, amin reggel a magyar veszekszik, mert hogy ez legalább azt mondják, hogy annyira
nehéz, mint amikor ugye közeledik a karácsony, és a család már nem tudja elviselni egymást, illetve mindenki a teljesítő képességének a határán áll, jön a karácsony, minden azt akarod, hogy szép legyen, és az egész család veszekszik. Elhúszan. Ugye? Ha befaragtad, nem faragtad. Befaragtad, nem faragtad, hol a fal mondtad nálad, stb. Meg, ezt megcsináltuk karácsonykor, és szenzációs mondatok jöttek egyébként hallgatóinktól. És most, hogy kijött ez a felmérés, arra gondoltunk, hogy kicsit belenézünk hallgatóink reggeleibe, hogy min megy a veszekedés. Ugye általában a család együtt ébred, és valahogy mindig késésben vagy, elindul egy nagy rohanás, ha gyerekek vannak, azért rohansz, mert nem akar fölöltözni, nem akar reggelizni, közben apa már indulna vinni a gyereket, de még nincsen becsomagolva, és elindul a veszekedés. Mi szerencsések vagyunk, nem vagyunk otthon reggel. Hát, nem? Nem tudom, mi ebből kimaradunk. Szerencse, de nem, igen, nem vagyunk bente. Hogy nem tudod, mennyire szerencsés, hogy érted? Hát nem tudom, hogy mennyire szerencsés, hogy a, nem. Hát ez annak tudott, hogy mi van otthon, nem? Hát ott beszéltek délután. Nehezen indult, nem akart elindulni, későn kell, elaludt, rohanni kellett, soha nem akar elindulni. Tehát az ember nagyjából tudja, hogy mi van otthon, nem? De így igen. Ebben a formában. Én akkor is tudok ilyeneket csinálni, amikor nem együtt kelünk. Tehát például az, hogy minden nap tudod, hogy ha letennéd a kulcsodat egy bizonyos helyre, akkor nem kéne keresgélni másnap, és mondjuk én ezt egyedül tudom produkálni, hogy valahova leteszem a lakásban, és reggel azzal megy el 5 perc, hogy hova francba tetted a kulcsot. És megkérdezem a békát, aki szegény alszik. Nem láttad a kulcsomat, béka? Nem. Az ajtóban nézted már. És ezért ébreszted egyébként föl. És basztus, tényleg az ajtódat. De te rakod el, vagy valaki elrakja neked? Én hazamegyek, és valahova lerakom, és utána nincs meg a dolog, és akkor keresed. Na most, ha többen vagytok a reggeli ébredésben, tehát az optimális eset, amikor mindenki együtt, akkor nyilván meg 100 ilyet tudsz csinálni. És egyébként az esetek túlnyomó többsége, nálad van a kulcs. Persze, valami hát, másik kabádban van. Hol van a kulcs, hova raktad a telefonomat? Ott hagytad a telefonomat, ugye? Ugye, hogy ott hagytad? Azt mondtad, hogy be fogod rakni a táskába, akkor minek kérdezted? Meg nálunk most ez volt legutóbb. Mondom, minek kérdezted meg, hogy hozzam el a telefont? Akkor azért kérdezed meg, nem? Mert berakod a táskába, akkor ne kérdezd meg. Most otthon van a telefon. Jó, akkor ne. Akkor nem fogom tudni, hogy ki írt, ki hívott. Persze nem érdekes. És 4 órán keresztül ott lesz a telefon. Jó? Nem baj. Akkor ne kérdezd meg máshol. Elrakta a telefonodat úgy, hogy nem tudtad? Nem, azt mondta, hogy megkérdezte, hogy berakja a telefont. És mondom, persze, rak be. Ja, és nem rakta be. És nem rakta be. Aha, most mondom, hol a telefon? Azt mondja, nem tudom, nem raktad el. Hát mondom, te kérdezted, hogy elrakd-e a telefont, akkor miért nem rakod? Minek kérdezed meg? Mert látta, hogy hozzányúltam. Én nem nyúltam hozzá. Nem nyúltam hozzá, nem fogtam meg, mert te azt mondtad, hogy elrakod. Ültünk, és gyűlök így a jönnebe, és így megfogtam a zsebemet. Hubbad meg. És ott van. Itt van nálam a telefon. Jó, most ez egy teszt volt, és... Az milyen, és amikor hátra kell. És olyan kellemetlen volt, igen, tőled, mert hogy gyakorlatilag igen, csináltam egy kis 5 perces ilyen kis, hogy hívják, számonkérés, kis izér, egy kis terelget, és hogy egy gyerek végighallgatta az egészet, aztán mondom, 5 perc múlva kiderült, hogy hülyét csináltam magamból a gyerek előtt, hülyét csináltam magamból a feleségem előtt. Ezen nagyon jól szórakozik. Hát persze, már rögtön. Na, a mondatokat összeszedte ez az internetes oldal, és nagyon jókat írtak, és egyébként tényleg abszolút tipikus. Tehát ha elgondolkozol azon, hogy te hallod ezt reggelente, rájössz, hogy valamelyik úgyis felbukkan. Ugye a lényege az, hogy próbáljátok ti is egy mondatba több olyat összetenni, ami jellemző rátok reggelente. Ezt megcsináltuk karácsonykor, és mi nagyon-nagyon szeretünk. Az internetes portál azt írja, hogy ezek hangzanak el, és ebből van általában a veszekedés. Kejfel elkésünk, hol a pólóm ide tettem. Ugye? Klasszikus. Kejfel elkésünk, hol a pólóm ide tettem. Miért nincs itt, kejj már fel, még 5 perc, nincs 5 perc, elkésünk. Nálunk ez például a nagy vívás, hogy én még 5 percig ágyban lennék, de közben már kelni kell. Hol a töltőm? Szenzációs mondat. A hol a töltőm? Hol a töltőm? Te tetted el, erre nincs időnk, nem érdekel a kifogás. Ugye? Milyen szép mondatok ezek is. Elkésünk, hol a gatyám, miért nem mostad ki? Gyönyörű, férfi és a nő vitatkozik, férfi nem találja a farmert, valószínűleg szennyes tartóban. Elkésünk, ne középen nyomd a fogkrémet, 100-szor mondtam, gyorsan, miért nincs kakaó, az van, ha nem tetszik, nem eszel. Igen. Anyadei kakaós csigát akarok. Szendvics van, nem tetszik, nem eszel. Nem tetszik, nem eszel. Elkésünk, miért nem öltözöl már? Hozd ide, nem ezt, azt. Hol a telefonom? Te tetted el, ugye, Janiéknál. Nem én, de mondtam, hogy te. Korábban induljunk, elkésünk, megöl a főnököm. Miért nem keltél fel időben? Minden az én hibám? Igen, nem. Hülye vagy, te vagy hülye. Nagyon klasszikus, geniális. Geniális mondjad. Elkésünk, kapcsolt ki a tévét, de még nézni akarom a csűrcsavarosdit. Júj, de szép mondat. Amikor a gyereket próbál lerángatni a tévét.
tévéről. Kapcsolt ki azt a rohadt tévét, elkésünk. Miért nem vettél az oknit, hol a töltöm? Ugye? Visszatérő motivum. Nem etted meg, máskor nem kap semmit, hol a sluszkulcs, ugye? Nagyon jó. Apa, apa kicsit a gyerekkel, majd kiszól az anyának. Elkésünk, indíts már, nem szogas. Elkésünk, nem érted. Tankoltál? Azt mondtad, nem kell. Elkésünk, indulj már. Szenzációs egyébként. És minden benne van. Tehát a kocsi kulcs, a tankolás, a fokrém, a reggeli, a tévénézés és a ruhakeresés. Nagyjából erről szól az ember reggele. Elszálltad a gáz, leoltottad a villanyt. Azt hittem, te nézed meg. De miért? Más mindig te szoktad megnézni. Téged zavar a legjobb. Nem. Téged zavar, különben nem kérdezted volna. Jó, akkor visszamegyek. Nem, majd visszamegyek én. Nem, most már nem megy vissza. Nálatok még megy ez a gázpara, hogy kikapcsolja? Igen, egyrészt ez, másrészt pedig a lámpa. Tehát, hogyha nincs leoltva a lámpa, akkor az egy ilyen sarkalatos pont. Megnézted? Nem néztem. Te szoktad megnézni, nem? Nem. A múltkor is te nézted meg. De hát téged nem mindegy, ha elmentetek 10 kilométerre. Ha engem zavar, akkor nem te kérdezted volna meg. Ott már nem, ez nem. Még az elindulásnál jön elő. Tehát ez. Amikor ülsz a kocsiban, közben igen, most az a parám, hogyha égve marad a lámpa, leég a ház. Nem tudom, és vasaló. A vasaló nem. Vasaló az a Vikinek, meg a hajvasalója. Én vasaltam, vagy te vasaltál? Hát de téged zavar, nem? De te vasaltál, húzza ki az, aki vasalt. Szerintem kiúztam. Ha azt mondod, hogy szerinted, akkor nem vagy benne biztos. Ez hányszor van? Igen, kiúszod a hajvasalót, kérdezi a Viki. Mondom, én nem használtam. Ő nem húzta ki, de mondom, biztos kiúszta, sosem. Menjünk vissza, nem megyünk. Leég a ház. Mondom, nem tud leégni, maximum fölmelegíti a fürdőszobapultot. De leég, menj vissza, nem megyünk. Ugye? Igen. Nekem most az, hogyha égve marad a lámpa, eddig nem érdekel. Tehát én hajlandó voltam, ugye, jó, ég, most négy órára legalább azt hiszik, hogy ettől nem lesz, nem tudom ilyen. Nem omlik össze a föld, és most ha ég egy lámpa, akkor visszamegyek lekapcsolni. Azért, hogy nehogy felgyulladjon. De petróleummal világítottak? Jó a kérdés, mivel világítottak? Ha az, akkor nem adom. Tudom, valahogy most erre ráálltam, és bármilyen kicsi lámpa marad égve, én inkább visszamegyek lekapcsolni. És egy ilyen para, bármikor beúszhat az ember életébe, nem fogjátok elinni, pár héttel vagy hónappal ezelőtt volt egy ilyen hír, hogy a Hajdújéknál, nem is biztos, hogy igaz egyébként, hogy a Hajdújéknál bedugva hagytak egy... Ez a Vikinek egy telefontöltőt, nem hiszem el, azóta folyamatosan nézzük, figyeljük, nem merjük. Addig állandóan bedugva hagytuk, lesetoljuk, egyszerűen csak annyit csináltunk, hogy lehúztuk a végéről a telefont, és ugyanúgy bedugva volt. Semmi gond nem volt vele, senki nem foglalkozott. Nem, ugye a Hajdú Pétereknél csak mondjuk általában, hogy volt egy hír, hogy ők bedugtak egy töltőt, és ez elvileg úgy maradt, és a konyhájuk az félig leégett. Voltak róla a fotók, egyébként tényleg elég rosszul nézett ki a konyha szegényeknél, és azt mondták, hogy egy bedugott töltő okozta. Kínai volt, vagy zárlatos lett. Azóta minden este, minden rohadt este. Ugye nálunk minden korrektorban a gyerek miatt ilyen gyerekzár van, tudod, ez a vakdugó, hogy amit így beraksz, elfordítasz, és úgy tudod betolni. Minden reggel 10 percig négy kézláb félmeztelenül vagy messzelenül pipiskedve próbálok átnyúlni az éjjeli szekrényen, hogy a rohadmányos töltőmet visszadugjam, mert ugye minden reggel kihúzza. És úgy megyünk el. Fél órás szórakozás, mert ugye ott van a konnektor az ágy mellett, úgy, hogy nem tudom elfordítani rendesen azt a szart, bocsánat. Igen. Folyik rólam a víz, szídok mindenkit, hogy miért kell kiúzni azt a rohadt töltőt, hogy mit csinál, szagolgatja a töltőt. Megnézem. Hogy nem, igen. Hát, hogy, mert ha melegszik, akkor... Ja. Mondom, Jézus, Atya Úristen. És ezzel megy el az este, jó? De ez nem a reggelhez kapcsolódik. De hát ez minden nap szakhoz kapcsolódik, mert tényleg, hogyha bedugva hagyod, akkor onnantól kezdve mondom, ott van, és én gyűlölöm az egészet, de ettől függetlenül. És végigmegyek, és tudod így, még hogyha kihúzom, és így nézem. De tudod, ki van húzva? Ez vagy most ki van húzva? Hát akkor fogják kezdet a Vikivel. A Viki, tudod, mit csinál? Éjszaka fekszem az ágyban, ő később jön be, átmászik rajtam, és rajtam keresztül próbálja kihúzni az én oldalam a töltőt. Mondom, köszönöm, szeretlek. Éjszaka, mint egy ilyen kis töltőgyűjtő, begyűjti a házakba a töltőt. Mert a lelki szemeivel lát téged, hogy lángolva rohangászod a vissza a lakásba, tudod, és zsümöltesz. Miért nem húztad ki, és kézzel, hogy ég az egész testem. És hát nagyon helyes SMS-eket kapunk, szerintem, aki ezeket hallja, Az pontosan bele tudja magát képzelni az adott SMS író életébe, hogy náluk milyen lehet a reggel. Összeszedtem néhányat, mit szokott kapni a gyerek, és most elszégyeltem magam. Tedd le azt a rohadt tabletet, most fogad, hűtsd ki a cipődet, ne így vedd fel. Megmondtuk, hogy este pakolj be, miért nem lehet kidobni a tegnapi uzsonna maradékát, ha már nem kell. Nem vihetsz 3 Star Wars-os legót a suliban.
Ha nincs meg a diákod, a zseppénzeden veszel buszjegyet. Legközelebb most meg mit bőgsz? Legközelebb időben feküdj le, akkor nem leszel nyugos. Most meg mit bőgsz? Mit bőgsz? Nem nagyon megmondtam. Jó. Imádom. Nagyon jó. Klasszik reggel. Nagyon igen, jó. Igen. Csajom meg én reggel kávé, én megittam. Hol a gatyám? Hülye vagy? Gyere már, szeretlek, kocsikulcs. Hát te tényleg hülye vagy. Zseni, nagyon jó. Ilyen mondatokra gondoltunk. Elindultunk rohadt élet, azt mondta, te állítasz ébresztőt, nem te, mindegy, kelljetek azonnal, műzlit akarok, nincs tej, miért nincs, szendvics van, nem szeretem, akkor ne egyél, öltöz kell a szendvics. Jó, hát végül. Tök jó, nagyon bírom. Nagyon bírom. Hol a gatyám a szárítón, de nincs ott, akkor menjél így, de nem megyek így, kikapcsoltad a rádiót? Nem, te mondtad, hogy kikapcsolod, á, menj vissza te, hát akkor a kutya hallgatja Balázsékat, na mindegy. Kelj már fel, hagyjál már, kutya volt lent, hol a töltő? Nagyon szép. Minden benne van. Tessék, ez nem jó, ez az utángyártott, elcseszi a telefon. Zokni a helyén. Hol a kulcsom? Azonnal tedd le, az az enyém. Indulj már, oké, csak elszívom a cigim. Ki fognak rúgni? Búj már ide egy kicsit. Ez most komoly. Nagyon szeretem. Búj, ez a, ugye? És a csajoknál egy pillanatban rájön még azért ez a bújunk össze. Uh-huh. 6 helyen kéne már lennem. Megvan? Persze. Már agyban azt pörgeted, hogy kit hívsz vissza a kocsiból, mert még 4 nem fordult hívásod, mondjuk egy elindulásnál, és az ő agyukban valami át van állítódva, az búj még ide egy kicsit. Igen. Igen. Kicsit beremeg az izom, az izom alsó része, a szádnak az alsó részén. Semmi puszi? Semmi puszi. Meg sem lesz. Aha. De tudod miért, mert látja rajta most a feszültséget. Igen, van látja a feszültséget, és ő meg akar nyugtatni, egy kicsit ott anyáskodik. Hozd a Kori, de ma foci van. Akkor így focizik, gyerünk már. Kori már. Ennyi, nem érdekel focizik. Jó, teljesen abszurd, de akkor apa megoldotta ezzel. Akkor abba fog focizni. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. A videót a kamionosról láttátok, aki letarolta fél Angliát? Segítsél már! Segítsél már, és erről beszéljünk, és biztos mindenkinek van olyan rokona, drága hallgatók, nektek is már kezdhetek gondolkodni, aki a külföldre megy, azt gondolja, hogy úgy tudja megértetni magát, ha jobban beszél magyarul, jobban artikulál és ordibál. És küldjetek már nekünk ilyen történeteket, amikor nagypapával, nagymamával, anyóssal, barátnővel, volt feleséggel nyaraltatok, aki nem annyira beszélte az adott ország nyelvét, vagy az univerzális angolt. És nagyon kellemetlenül rosszul tud viselkedni külföldön. Ugye történt, hogy egy magyar kamionos, hát bement valami kis utcába, vagy nem tudom hova, és megpróbált ő egy időt, amikor észrevetész, vagy zsákutca, vagy nem jut, tehát kitolatni. Ugye? Igen. Csak igen. Elkezdett bontani. De nem sikerült jól a kitolatás, és elkezdte lebontani a postaládát, a sövényt, és hát minden mást. Olyan rajzfilmes volt a tolatás, mert a kerítéslicik így egyesével taing, taing, és ami ugye, hát külön érdekessége volt, hogy a tulaj ott állt a kerítés mögött, és így nézte. Állítólag egyébként, azt írják, megvan a videó közben, be tudjuk játszani, hogy amikor ő kiszállt, szóltak neki, hogy tesó, megkirálni, megnézni a károkat. Kiszállt, hátra ment, megnézi, hogy fél postaláda, fél kerítés nincs, majd beszállt és folytatta a manővert. De miért tolatott tovább? Tehát, hogy ő azért ezzel azért olyan nagyon-nagyon sokat nem foglalkozott. Ő szegényként megpróbált valahogy kiállni, csak ugye hát egyre nagyobb bajba keverte ezzel saját magát. A figyeljé már, inkább segítsél, jó, az viszont az év mondata. Itt már ugye veszik videóra. Tarolja le a kerítés, szegény. Én nyilván nem könnyű egy ilyen kamionnal azért kiállni. Segítsél. Merre menjek. Érted? Merre? Hát figyelj, pánikba sem meg kell oltani. Persze, és utána letarolt meg minden. Szóval ott az csak nem csak egy tisztasági festés lesz az a kerítésen. Igen, az egy teljes újjáépítés szerint. Írjátok meg nekünk, hogy ki az a rokonotok, barátotok, ismerősötök, családtag, vagy tényleg baráti társaság, aki úgy megy ki egyébként külföldre, Horvátország, Olaszország, hogy a legnagyobb magabiztossággal kezd egyébként úgy magyarul ordítani és beszélni a pincérrel, hogy kicsit még talán nem is érti, hogy miért nem értik. Ez megvan, ez a kategória? Aki nem érti, hogy miért nem értik, hogy hozzá két vizet és egy nagy pizzát.
És víz, a víz, nagy, érted? Nagy víz. Nem kicsi. Víz. Nagy. Mit nem értesz, hülye? Pizza. Gluk, gluk, gluk. De ez már jó. Jó, látom, hogy is voltál. A gluk, gluk, gluk már jó, mert az... Angliában dolgozom, írja egy hallgató. Egyszer reggel 6-kor egy vicces fizimiskájú kamionsofőr lépett be a gyárba. Én csak arra lettem figyelmes, hogy valaki magyarul üvöltve ismétli. Nem érted? Mivel egyedül vagyok magyar a gyárban, ezért gondoltam, kimegyek segíteni neki, odaléptem hozzá, majd ezt mondta, na mi olyan tököm, te vagy itt a helyi activity bajnok? Kortyoltam egyet a kávé, majd köszöntem, jó reggelt, magyar vagyok, tudok, tudok segíteni. Emelünk úgy elszégyelte magát, hogy megajándékozott 3 üveg borral, ami természetesen szó szerint a kamionról esetre. Ezt Gabesz küldte nekünk. Bolgár tengerparton 80-as évek végén pezsgőt értünk, ami nem habzott, mikor kitöltötte a pincér, barátunk C-ben tagolta, elmondta neki, ennek a pezsgőnek Nix Hub. Mi mikor olaszban voltunk, pizzériában kajáltunk, az egyik haverom gombás pizzát akart tenni, de nem tudta, hogy van a gomba, se angolul, se olaszul. Hosszas mutogatásra rá annyira idegesett lett, hogy levette a cipőjét, ne. És az egyik lábujját mutogatta, hogy gombás. Onnan egyből tudta a pincér, mit akar, és meg is kapta a pizzát. Aha, már nem akartam utána pizzát tenni. Kit voltunk a foci EB-n, az egyik haverunknak szent meggyőződése volt, hogyha minden elé oda mondja, hogy lő, akkor azt megérti. De miért a szupermarketben a kasszás arcában magyarázta magyarul, adjon neki lő szatyor! Lő szatyor? Egy tollat kértem, nem érted? Löpen! Igen, az jó. Löpen. Löpen. Szép napot, Ákos. Spanyolországban haver üvöltve mondta, uno kiló darált hús. Igen, a fél magyar, nagyon jó kategória. Uno kiló darált hús. Gyönyörű. Na hát pont ilyen SMS-ekre számítottam. Uno kiló darált. Szüleim két hete látogattam voltak Japánban. A Rolex óra üzletben oda mentek hozzá az eladók, hajlongtak neki, köszönték erő. Csak kukken, mert no suska. Mindezt óriási mosolja. Szüleim buvárkodni voltak, leszálltak a hajóról, és a kikötőben beültek egy étterembe, az egyik társuk rendelt egy cézár salátát. Azt kérje a pincértől. 10 minút ez boat go. Cézár saláta? A cézár saláta? Hogy micsoda, már csak 10 minút ez. Hát úgy gondolom, hogy 10 perc. Tehát indul a hajó, ugye? Gondolom. Igen, megy a hajó, igen. Cézár saláta? Na gyorsan bedobna egy cézár salátát, mindjárt megy a hajó. Nekem édesanyám volt, aki nem ordított, de így kért magának egy almát. Bitte ein Stück Alma, die, die. Figyelj, Bécsben faternak meleg víz kellett 1981. Bementek egy kávéházba, mondja az öregem, hogy Wasser, engedi a csaj hideg vizet, mondja a fater, nem, nem, meleg Wasser. Úristen. Nagybátyám olaszországi nyaralásunkkal a tejfölt úgy mutatta meg a pincérnek, hogy a levegőben imitálta a tehén fejést, majd felfelé mutogatott. Tej, föl! Itt van egy hallgatónk, aló, jó reggelt! Sziasztok, én Bence vagyok. Hello, Bence! Szia, Bence. Na, mi történt? Szia! Hát kettő sztori is van. Az egyik az úgy volt, hogy ismerőseim kint dolgoztak Belgiumba, és fixalagra lett volna szükségük. Volt egy srác, megállt a kamionparkolóba, és volt egy srác, mondták neki, hogy menjen oda a kamionosokhoz, és akkor kérjen tőlük fixalagot. Mert a srác oda megy, ugye csomó magyar kamionos, és oda megy az egyikhez, mondja neki, hogy te, he, izé, Black Gurtni, ránéz a kamionos, azt mondja, hogy a szikszalag, ő hülye gyerek. Black Gurtiból kitalálta. Black Gurtni. A másik, meg Béla volt a kőműves kint Belgiumban, és jött egy srác autót venni, mert ez egy ilyen autókereskedés volt, és ott dolgozott Béla, Bélának 3 foga volt, és mondja a srác, hogy András, where is András? És ránéz Béla, és mondja neki, hogy András nincs itt, he, nem érted? Mutatja, hogy a körforgalommal szembe futott a szemére, hogy szembe. Otthon van, érd meg, he! Szembe? Elmagyarázta neki. Atya úr, szembe. Erő magyarságban. Megértette a belga, és elment.
Mondta, hogy thank you very much. Gyönyörű. Goodbye. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Az én munkatársam Romániában dolgozott nyelvtudás nélkül, amikor kereste a szállodát, egyre hangosabban kiabált, hogy szálloda, szálloda, és mellé ugrált, mintha el akarna szállni. Ne! Oda. Édesem Németországban kezdett kiabálni, Zürich, miközben mutogatott vissza a német barátaim, amikor jelezni akart, hogy rossz irányba megyünk, vissza kellene fordulni. Van még Tomi velünk, hello Tomi, jó reggelt! Hello, sziasztok, ciao. Szia. Na, te Jezolóban voltál. Jezolóban voltam körülbelül 6 éve, kocsival érkeztünk, és úgy voltunk fel, hogy szállást ott foglalunk. Bementünk egy helyi ilyen Tourinform office-ba, kurva nagy, jaj, bocsánat. Nagyon nagy sorbeállás. Határom, aki kezdő orosz szinten beszél, de úgy más semmi idegen nyelvet nem nagyon. Elkezdi mondani a kis fiatal ügyintéző hölgynek, hogy szeretnénk egy szállást, 4 fő részére. Magyarul? Magyarul, persze. Nem angolul, nem olaszul. Néznek rá meg boci szemekkel, ugyanezt megismétli közepes hangerővel, majd pedig szépen tagoltan ordítva. Szállás! Négy fő részére. Jó, néznek rá ugyanúgy boci szemekkel. Erre megszólal, mert a falra ki volt rakva, vagy 4 vagy 5 zászló, hogy mi a francnak van kirakva a magyar zászló, rámutatva az olaszra, miközben egy kukon nem beszél. Igen, hát milyen elvárás, hát miért nem beszélnek egy kis jelzulói olasz szállodában magyarul, igen. Köszi, igen, hogy... Igen? Papíron utána megértettük egymást. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Ciao, sziasztok. Hello. Az biztos, hogy nem jön senki zavarba külföldön. Nem. Közülünk. Nem, aki nem tud, az maga biztosabb sokszor, mint aki tud. Nem? Sőt, kicsit lenézi a helyeket. Igen. Mit hoztunk neked, Feri? Hát mit hoztunk nem neked? Szendvicset, vagy micsodát, vagy egy jó rozéfröccs, mi lehet, az csülök. De jól hangzik ez, de jól hangzik. Hát egyelőre még mi sem tudjuk, mert prototípus. Tesztelés alatt van. Ugye Ferenc néhány nappal ezelőtt elmondta, hogy hát előre menekülve kicsit. Nehogy esetleg mástól tudjuk nem, meg. Nem, tehát nekem még egyszer mondom. Értem, de azért mondtad el, hogy nem mástól tudjuk meg, azért azt inkább te vallottad hát el. De nincs tehát, mitől ne... félnem, hogyha más mondja el, mert hiszen, érted? Én na, de valamiért mégis bevallottad, tehát valami nyomaszt. Így van. Valamit el akartál mondani. Hogy rád újra dohányzik. Így van. Tehát hatalmas felelősséged nem, van. Nem, kicsit visszacsúsztam. Nem dohányzom, csak kicsit. Aha. Visszacsúsztam. Értem. Tehát, hogy ez olyan, mint a megcsalás, meg a kicsit megcsalás közötti különbség. Igen. Csak kicsit csaltalak meg szívem. Igen. És megszavaztuk neked azt az elektromos kis nyakörvet, amivel megcsapatunk árammal. És úgy néz ki, hogy ez a nyakör megérkezett. Nagyon szépen annak a de rendesek vagytok. Úgyhogy nagyon szépen megkérlek, hogy vedd föl ezt a nyakörvet. Nem rakom fel, legyetek a francba. Én felkészültem a csapatásra. Én is. Nálad is van egy én abszolút kész vagyok. Na ide nem tudom lábra teszem. Ezzel, de én kész vagyok. Legyél olyan bátor, mikor az első szál cigarettát, mint egy egyébként több ezer hallgatódat, aki veled együtt szokott le cserbehagyba, a velencei fröccsöd mellett először meggyújtottad, kélyesen letüdőzted, kifújtad a füstöt, és azt mondtad, üdvözöllek, ez hiányzott nekem. Aha, újra visszataláltál hozzám, kis cigarettám. Lehetünk ennél demagógabb is, a ráktól nem félsz ettől meg. Most mi hova tette? A combomra. Meg se nyomtam, most mit ordítasz? Egy egyes csapatás, kettes, mi volt a két villámjel az, mi? Az a folyamatos. Ne, folyamatos már. Na, 5-6, nézd így, 6, 7, 8, 9, 10, 10-esre felállítottam. Nem tudom, mi ez a fokozatok kezdve. Milyen vagy egyessel? 1-től 10-ig van. 1-től 10-ig? Az jó lesz. Nem, még megy, 11, 12, 13, 14. Legyen 14? Jó, Jani, te mondtad, legyen 14. Egyessel kezdjük. Én nem tudom, mi az az egyes. De mi van visszafele fordított sorra, mert a 11-es a leggyengébb, és aztán az 1-es a leggyengébb. Egy ilyen arany középút, egy 8-as. Az jó, jó egy 8-as. 3 a magyar igazság, legyen 8-as. Na, gyerünk, legyen csapat! Egy meg csapatás! Egy csapatáson túl vagyunk! Te jössz, János, a vendégem vagy a második. Ez volt a leggyengébb. Nem, azért föltettem ötösre a biztonság kedvéért. Nem már! Jó, bocsánat, nem tudtam, elnyájultam. Normális! Jó, azt hittem egyesen vagyunk. Még nincs semmi. Várjál! Ne haragudj, azt hittem egyesen vagyunk. Bosszú lenne, már kemés bár rossz a szemem. Oké, figyelj. Tiéd a második. Várjál. De akkor csináljuk azt, hogy legyen valami, tehát beszéljünk valami más témáról. Jó, beszéljünk más témáról. Mondd el, mit éreztél akkor, amikor hosszú idő után először a kezedbe vetted a cigarettát, ott ültél Velencén, csiripeltek a madarak. Hagyd
Csak azt nézem, hogy melyik gomb az. Mondom, marha érzékelik ezek a gombok, ez valami szenzoros lehet, vagy nem tudom, érintő kapcsol. Hú, de érzékeny. Ne nyúj hozzá. Arra gondoltunk, hogy ha azt mondod, hogy elég a csapatásból, akkor előveszünk egy Geek 608-as sorozatszámra hallgatható Airsoft fegyvert, és akkor ki kell bírnod ezzel, hogy lából lövünk. És itt van János nálam. Így van, ezzel játszanak a gyerekek mindenfelé a játszótereken. Ebből igazából nagy probléma nem lehet. Szerintem az se igazából vészjósló, hogy azt mondta az illető, akitől kaptuk, nagyon szépen köszönjük neki, hogy a gerincet nem törél, de azért ésszel. Nem már. Figyelj, és több száz méterre visz egy ilyen. Ideálisd az első pöcökre, vigyázz, ha lenyomod a kapcsolót, a fegyver már éles. Fejre ne. Tényleg ne. Ez gumilövedéket lő ki, airsoft, tehát ez egyébként gumilövedéket lő ki. Műanyag, vagy műanyag lövedéket. Jó, akkor mondtam, hogy jó, nagyon puha műanyag, majdnem gumi. Majdnem gumi. Műanyag golyót lő bele a sejhajomba. Az is jó. Ne vádlira lőjünk már. Jó, nadrágon át sejhajom. Bocsánat, ne haragudj, de elnézést, csak láttam pont, hogy... Te szemét állat, te utolsó szadista görény! Nem, hát, jött egy hallgató, hogy adjál neki, Bali, most küld meg, hát gondoltam, jó? Nem, Feri, ne jött félre, csak lehet kint virámlott, és Feri, megírt a Bali. Tudod, hogy félek a vihartól. Hogy élvezi a szemét. Légy szíves, állj a sarokhoz, Ferenc. Aha. Jó, szembecsuk mindenkinek. Mehet. Soha többet nem fogsz rágyújtani. Én lemaradtam erről, elsütöttem, hogy mit történt? Én legyél fegyverbarátom. Egyébként én elolvastam, szóval, hogy nyilván fáj, és a kutyát még védi a vastag szőr meg a bőr, de hogy ezt nagyon sok helyen alkalmazzák, harci kutyák, munkakutyák, nagyon gyorsan, nagyon jól, mindenféle utóhatás és fájdalom nélkül nevelik úgy a kutyát, hogy azért ez nem okoz maradandó sérülést. Tehát az, amikor megverik, vagy amikor rángatják pórázóval, vagy amikor ütik a póráznak a végével, sokkal durvább. Ezek olyan pici kis áramütések, elolvastam, mert a kutya csak egyszer megtanulja, hogy mit igen, mit nem, nagyon gyorsan, és semmiféle károsodás nem okoz. Ráadásul mondom, nagyon sok ilyen munkakutya, harci kutya, kereső kutyát ezzel képeznek, és pillanatokon belül nagyon szép eredményeket érnek el, úgyhogy a kutya tök szívesen csinálja utána, és nem marad benne nyom. Jó, magasabb az állat inger küszöbe, és sokkal magasabb, meg mondjuk valószínűleg betartják a fokozatosság elvét. Nekünk erre nem volt időnk, ne arra ugyatok. Tehát nem állatkínzók használják. Van egy adásmenetünk, itt nem fogunk tudni érted. Itt muszáj volt a 15-ösre kapcsolni egyből, és megnyomni hosszú csapás gombot. Hát itt a kis blökikkel nyilván ezt ennyiben kezdik. Így van. A blökik nem is gyújtanak rá? Ennyi. Ugye? Tomi nevű hallgatónk írja, ez már embertelen, amit csináltok szegény fejrővel, hajrá, csak itt tovább. Én ezt imádom az SMS-eket. Igen, nagyon, nagyon jó kérnek, persze, nagyon szórakoztak SMS-ek kérnek. Na jöjjön a Feri, kezdődjék a barkóba, a kilőtt téged tarkóba. Ja, hát egy másik hallgató. Úgyhogy tényleg abszolút egyetértek. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy Jani kért egy lövést, de azt mondta, hogy ezt nem hiszi el, hogy fáj. Most már elhiszem. Egyet visszaadhattam én. Jani fenékkel lövette magát, és ilyenkor szoktuk mondani, don't try this at home, ugye, ahogy szokták okosan mondani, hogy ezt senki nem próbálja ki. Szereplőink kaszkadőről. Don't try this at home. Szóval, hogy ez egy rádió műsor, ellenőrzött körülmények között csináljuk. Így van. Vigyázzunk egymásra magunkra, senki ne adjon a gyerek kezébe ilyet, reméljük nem is kerül, felnőttnek meg nem kell elmondani, de elmondjuk még egyszer, don't try this at home on your wife. Lehetőleg, jó? Se a férjedet, senki. Ezt ne próbáljátok ki, mi ezt itt ellenőrzött körülmények között csináljuk, és úgy lőjük combon Ferit. De hát vesztenek a dohányosok, szokták mondani. Ide egy hallgató tök komoly, hogy mondja már Feri, hogy szokott vissza, mert ő akkor tette le a cigit, amikor tett, ő még kitart, és nem akar abba a csapdába esni. Mi mindent egyszer mondunk el, nem akarjuk magunkat ismételni, Feri ezt elmesélte. Jött egy inger, egy társaság volt. Mert amikor azt gondolod már, hogy meg tudod csinálni, akkor esel vissza. Ne gyújts rá, ennyi, egy hős vagy. Ennyi, nem szabad visszaesni. Ezt kegyetlenül megtartod. Illetve kérd meg a kollégáidat, hogyha rágyújtanál, akkor csapassanak árammal, biztos, hogy nem fogsz rágyújtani. Egy kanál fahéra még légy. Van vized? Van. Na, nem kell. A karkötő rajtad van? Nincs, levettem ezt a szart. Pedig azt akartam, hogy amikor a szádba akkor pont. Akkor után megcsapatlak. Ami marad harag. Jó? Úgy. Hogy? Jó van. És most próbáld bent tartani. És most lőjükségbe. Most elindult a fuldoklás. Na. Feri kezd összegörnyedni. Menni fog az. Nagyon elcsendesedtél. Nincs semmi gond. Nincs itt semmi gond. Mondtam, hogy nagy kanál kellett volna. Fahéj felhő nem jön. Most már kijött az első fahéj felhő a szájából. Erre.
Feri, hogy elcsendesedtél a kutyafádat? Na, ennél azért már többet szoktál beszélni. Igen, valamit porzol. Porzik a vesét, Ferenc. Nézd már, ez megirágyújtott füstöl a szája. Hát így dohányozza mindenki, jó? A dohányzás egészségtelen. Tessék leszokni a dohányzásról, és don't try this at home. Jó? Senki. Így van. Senki ne próbálja ki otthon. Jó? De kár, hogy nem tudtalak megcsapatni, mikor faj volt a szerep. Jelen. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Egy egészen beteg dolgot találtunk, és biztos, hogy vannak olyan hallgatóink, akiket ez érint. Albérlet, ugye? Hát mindenki vesz ki albérletet, vagy lakott sokáig albérletben, vagy azon gondolkozik, hogy kirepül a családi fészekből, és albérletbe megy. És az egyik bulvárlap egy egészen érdekes dolgot derített ki az egyik megasztáros fiúról. Mindegy is, hogy kicsoda, egyébként meg annyira régen volt, hogy igazából az ember nem is emlékszik rá. Casting felvételeken bukkant fel adásra. És kiderült, hogy ő, hát hogy is mondjam, tulajdonképpen szexért cserébe ingyen albérletet ajánl, és mindezt egyébként az ő anyukájával teszteli le. A bulvár újságíró elment. Micsoda? Igen, az anyukája veszi föl a telefont. Ha az anyukája úgy gondolja, hogy eljuthat az albérletet igénybe vevő Attilához, akkor összeköti Attilával, és a mama teszteli az alanyokat, akik aztán elmennek Attilához lakni, úgy, hogy Attila pedig nem fizetséget kér azért, hanem hát egy testi kapcsolatot. Tehát, hogy oda már prémium minőség jusson el Attilához. Ja, igen, tehát mama előtte ledumálja, hogy... Mama lecsekolja, hogy tiszta, rendes, jól nevelt, alkalmi szexpartner akar-e összebútorozni az ő fiával, az ő kicsi fiával. Igen. Anyuka így veszi fel a telefont, írja a bulvárújság, a szexalbérlet miatt már is adom Attilát. Ezt mondja az anyuka. Ő egyébként postásként dolgozik, és nagyon vágyik már arra, hogy társra találjon. És a mamával együtt szeretné a társat megtalálni. Aki a posta vezető nyír. Ketten dolgoznak a postán. De várjál, és az Attila, ő a mamánál lakik, tehát úgy fognak lakni, hogy az albérlő lány Attila és a mama? Nem, igen. Én azt hiszem, a mama nincs ott, a mama csak teszteli az alanyokat. Pedig az lett volna az igazán pikáns, hogy szobakonja, és a mama mindig kimegy a konyhába, azt főz egy kávét a kutyogon. Jaj, Attila, végezhetnétek már. Elhangosítom a nóta csokrot. Nekem a pesti első albérletem volt főbérlős, de hát nem egy lakásban laktunk, de a mellette lévőben volt. Ahogy én Pestre költöztem, ez 96, amikor így véglegesen eljöttem Békés Csabáról, és ő azt pontosan azt csinálta, amit te mondtál, télvíz idején átjött, és lecsavarta a konvektorokon a izét, a szabályzót, mert szerintem meleg van. És mondtam, hogy ne haragudjon, hogy maga a másik lakásban van. Tehát honnan tudja? Ő érzi a falon. Ah, igen, szinte perzsel. Hogy átmegy a meleg. Igen, mert a két lakás a egymás fal mellett volt. Egyébként nyilván tök jó megoldás, mert közel van az albérlet, vagy a főbérlő, és ülök bent, és bejön, és mondja, hogy Ferikém, itt nagyon meleg van, tekerjük le. Mondom, én így szeretem, hogy, mert én fázom, hideg van. És nem, és mondja, hogy nagyon meleg, és mondom, ne haragudjon, de honnan tud? A falon érzi. Aha, onnan, hogy órákon keresztül szorítom rá a fülemet. És hallom a gáz. Tápos maga, Ferikém, tápos, mi 80-ból lakunk, és nem kell azt feltekeni. De nem értem egyébként, hogyha te fizeted a gázszámlát, akkor nem meg a másik. Tehát, hogyha te rendesen fizetsz mindent, és jó albérlő vagy, és tényleg betartod a szabályokat, akkor nagyjából semmi köze. Ő bejöhet? Tehát egy főbérlő, az egyébként igen. Bármikor, bármelyik pillanatban, egyszer csak, amikor te ott vagy a pasiddal, a barátnőddel, ő bejöhet ellenőrizni a konyha szekrényt, hogy minden rendben van-e, vagy a vízórát, igen? Ki tudja, hogy mire rendelkezik a házi rend, ugye, amit te aláírtál, amikor oda költöztél. Szerintem simában. Azért nem nagyon van meg, egy zuhanyzás közben bejöhet a főbérlő. Nekem amit szimpatikus, ez tök környezettudatos. Van-e albérletes közületek? Raminak. Rami. Milyen a főbérlő? Viszonylag normális. Ő bejöhet bármikor egyébként? Tehát úgy dönt, hogy ő vasárnap kettőkor bejön, a vízórát leolvas, akkor megérkezhet? Kopog és jön? Hát ilyenre még nem volt példa, de egyszer eláztattuk az alsó szomszédot, és akkor viszonylag kérdés nélkül beállított. De olyan nem volt, hogy arra, hogy esetleg arra ébredtél, hogy valaki azt sutogja, hogy hú, Rami, de hideg a lábad. Nem, ilyen még nem volt szerencsére.
Valaki mesélt, hogy a kozmetikusának a főbérlője külön pénzt akart szedni a mikrohasználatért és a hűtő használatért. Tehát azt, hogy ez konkrét történet. Tehát volt egy albérleti díj, és azt mondta, hogy ha használod a mikrot és használod a hűtőt, akkor azért külön pénzt kell még fizetni. Nem tudom, hogy ellenőrzött nyitásonként vagy melegítésenként mondjuk 100 forint. Volt egy számláló rajta. De azért az kemény, nem? Az amikor milyen? A főbérlő még így próbál lehúzni. Hmm. Tehát neked nincs baj a főbérlőddel, normális akkor. Igen. Főbérlőd van? Nem. Interneten meghirdeti a külföldieknek, és ide jöhetnek a lányok szépen, hogyha csinálhat velük aktfotót, és akkor ingyen lakhatnak ott pár hétig. Ez, ha az aktfotónál megár, akkor ez még nem rossz biznisz. Igen. Nem? Ha most én valahol egy induló diák lennék, és be kéne pucsítanom egy konyhapulton egy fotóért, az jó, az ember... megcsinálod, értjük! Azért az ember azt még bevállalja 80 plusz rezsér érte. Ha az aktfotónál többet akar, az már azért erősen vagy 80 plusz rezsi tizet érte, hogy bepucsítsa. És aztán eladja a képeket, maga szórakoztatására van, vagy ez fölkerül mondjuk a netre? Én úgy tudom, hogy ez csak a saját maga szórakoztatására van. Ez mennyire betegnek kell ez lenni, nem? Tehát, hogy vadidegen lányokat lefotózzál, akik majd utána ingyen laknak nálad. Pár hétig. Sokáig tart a bevilágítás, gondolom. És vannak lányok, akik ebbe belemennek? Tehát, hogy... Sokan, igen. Külföldről nagyon sokan jönnek hozzá. Telefonszámaid vannak? Testvéremmel és két másik egyetemistával laktam együtt külön nyíló lakásban, a téli vizsgai időszakban lekapcsoltuk a fűtést, mikor hazamentünk, a főbérlőnk viszont mindig visszakapcsolta, ment a cicahart, aztán kitett egy lapot, ne kapcsol le, mert árt a termosztátnak, ami elromolhat felirattal. 3 hónap után kiderült, hogy egy másik lakás is hozzánk tartozott, ahol a lakó állandóan otthon van, a fűtés pedig központi kitartást a mostani bérlőknek. Ki kellett akasztanunk a kulcsot, egy szögre nem tettük, bejárt kicserélni a 100-as égőt 25-ösre, amikor nem voltunk otthon. A férfi mindig kindolgozott a kertben. Este fürdés időben a felesége meg nehezményezte, hogy miért teszünk fel sötétítőt. 2 hétig bírtuk, aztán eljöttünk. Jézusom. Ez egy hátsó szoba konyha volt. Nekem azt javasolta a főbérlőm, hogy ne hogy pisiljek ülve, mert itt ritkában kell WC-t takarítani, és a papa is így csinálja náluk otthon. De ő takarítja, vagy miért zavar? De nincs szép csapat csempény. Az én főbérlőm egy idős hölgy volt, beköltözésem napján derült ki, hogy a lánya 2 kisgyerekkel szintén ott fog lakni az 1+2 szobás lakásban, mert előző nap kidobta őt a férje. A hűtőt, a gáztűzhelyt nem használtam, a néni pedig folyton a szobámmal járkált, mert ott volt az erkély, ott teregetett és ott napozott minden nap. Nálunk a főbérlő megszámolta a teafiltert, aztán feljött szólni, hogy ne ígyunk olyan sok teát, mert sokat kell mennünk pisülni, és sokat használjuk a vizet a WC-ben. Következő alkalommal ellopta az újságukat a szekrényből, aztán rajta kaptuk, hogy ugyanezek az újságok egyébként bent vannak az ő szekrényében. Stopperrel mérte, hány másodpercig folyatjuk a fürdővizet a kádban. Marika néni hétfő reggel 6-kor beugrott pisilni, erre keltünk fel a párommal, fotról jött orvoshoz, és pont útba esett neki a mi WC-nk. Tökre igaza van. Hát ő a főbérlő, egy ellenőrzés, egy pisi. Úristen, milyen sztori. Azt mondja, a mi főbérlőnk, a 76 éves Magdika rákattant a 30 éves barátomra, és naponta hívogatta különböző ürüggyel. Majd meggyanúsított minket, hogy elloptuk a tévéjét, majd rájött, hogy azt még 92-ben ő adta el. Valamit szedni kellett volna ott is erre. Nekem a terasz használati díjat akarta elkérni, szemmel lakott a mi panelünkkel, és távcsővel figyelte, hogy hányszor megyek ki a teraszra. A mi főbérlőnk elfelejtett szólni arról, hogy eladja a lakást. Úgy tudtuk meg, hogy egyik reggel benyitott a hálószobánkba 2 vadidegen emberrel, és azt mondta, ez itt a hálószoba. Nagyon jó ébresztő volt. Az első főbérlőm egy idős 70-es nénike volt, 40 000 kedvezményt adott havonta, ha vasárnap reggelente elkísérem templomba és a temetőbe. Főiskolásként mondanom sem kell, hogy egy hosszúra nyúlt szombat este után igazi wellness volt a 1,5 órás reggeli 8-as mise, majd a 2 órás temető látogatás. Megismerhettem a család összes tagját az elmúlt 150 évből. Itt fekszik, nagyapám. Rengetegen kuponoznak az országban, de mégis valahogy ennek az egésznek nem az a végkicsengése, vagy a végkimenetele, mint amit te sokszor elvársz, vagy szeretnél. Mi baj van a kuponnal, vagy miért nem működik ez rendesen? Dehogy nincs baj. De. Egyrészt megvenni nem kell, tehát hogy mit kell megvenni. Pont ezt akarom mondani, hogy 2 féle kupon van. Az egyik, amire te vagy rácsavarodva, mert ingyen van, tehát ha bedobják, megkapod. Benne van a Merikben, és kivágod a kiskegyedből. Újságból kivágod.
semmit venni, de majd kitalálom, hogy hát még egyszer jó lesz. Így van, ez az egyik kupon. 20% az 20%. És szerintem ez a kevéssé bosszantó, de van olyan kupon, amiért fizetsz, mert hogy mondjuk egy szállodai hosszú hétvége, az kerül 100 000 forintba, és azt mondják, hogy kuponosan, ez most 60 000 forint, fizest ki a 60 000-et, interneten is lehet egy csomót, és elmész. És szerintem ez a nagyobb gáz. De bár, hogy működik-e, segíts nekem? Tehát, bocsánat, csak hogy én kuponozhatom saját magam? Tehát most megmondom, miről jutott eszembe ez a kupon, hogy úristen, ezt megígértük. Dombi előadását láttam féláron kuponért. Mondom, te jó Isten, Dombi, ekkora baj, hogy Dombovári István előadására kuponnal el lehet menni. Eszembe jutott a kérdés, hogy a Dombi kuponoztatja saját magát? Vagy hogy működik? Tehát, hogy én valahol tartok egy előadást, akkor én megkuponoztathatom saját magam, hogy gyere, én adom a nevemet a kuponhoz, és adjátok féláron a jegyet, vagy valakik azokat megveszik, és akkor bekuponozzák. De hát mondom, Dombinál ekkora baj már, hogy kuponnal lehet rá elmenni féláron? De az nem jó, hogy te teljes áron eladod valakinek a jegyet, aki aztán féláron elkuponozza. Hogy van ez? Tehát hogy van ez az egész kupon? Mindenki kuponozik. Kell. Igen, Balázs féláron kupon. Balázs féláron kupon, tehát én kiadok egy kupont. Ha csökken az érdeklődés az előadásaid iránt, akkor kell féláras kuponoznod. De a Dombinak nem csökken. Szombat este felvétel kuponnal. Tessék, kuponnal olcsóbb. Igen, igen. Most megmondom, mit láttam még egyébként, ami nagyon durva, nem fogjátok elhinni. Lehet venni olyan kupont, ami a kutya kozmetikására vonatkozik úgy, hogy uborkás arcpakolást tudsz adni a kutyának 30-35%-os kedvezménnyel kuponnal kutya kozmetikában. Tehát akkor azért arcpakolás adsz, igen, arcpakolás. Rövidszőrű társaság és nagy testű kutyáp alap és teljes kozmetikázása plusz arcpakolás. Ah, tehát hosszú szőrűre, de a hosszú szőrt már nem viszi át az a hosszú szőr, a hosszú szőrt már nem viszi át. És ajándék voucher bűzmirigy kinyomásra. Igen. Az alapkozmetikázás az csak fültisztítás, nincs benne a körömvágás például. Ez az alapkozmetika. És ugye beválthatod a bónuszodat. Tehát itt az uborkás pakolás. Itt az uborkás, pakolás. Igen. Mosásért, szárításért, de az uborkás pakolás az bónusz. Mert egyébként ezt senki nem rendeli, viszont van egy csomó ilyen uborkás pakolások, aminek lassan lejár a szavatossága, ezt valahogy el kell. Na, de ez jó érzet, hogy erre is jó például a kupon. De ez hogy van tényleg? Tehát meg tudjuk magunkat kuponoztatni? Igen. Tehát én meg tudom magamat kuponoztatni, ha valahova megyek? Vagy lesz egyszer az őszi kitelőkon csináljuk így. Az őszi kitelőkre bejutás féláron. De nem jó, mert ingyenes. Tehát arra, ami ingyenes, arra nem adhatsz kupont. Nem azt mondom, tehát valahol van egy előadás, mert 1000 forint. Akkor igen. Akkor én adok magamnak kuponakciót? Igen. Igen, vagy a szervező adhat, tehát azt mondja az, aki szervezi, inkább a szervező. Mondjuk a hely, hogy téged kifizet 1000 forintosával, de ő talált egy szponzort, aki az összeg felét, az 500-asokat odaadja, és akkor már csak 500-at kell fizetni, tehát kuponnal tud bejönni. Tehát kuponnal tud bejönni. Láttam egy másik nagyon durva kupon, G-pont feltöltés. Hogy mi? G-pont feltöltés, kuponakció. Valamilyen géllel feltöltik a G-pontodat. Érek egyet. Feltöltik. Feltöltik, G-pont feltöltés kuponnal. Ez is kuponos akció volt Magyarországon. Minden maga sorrendjében. Hát először megkerestet. Egy tesztalelka rovatban. Nem mész el kipróbálni, hogy jöttél a G-pont feltöltésre, és itt van a kuponod, amivel 30%-kal olcsóbban tudod. Pici fura. Azért az megdöbbentő, hogy menjenek 30%-kal olcsóbban Dombovári előadására kuponnal. Ugyanakkor meg nem jut eszedbe így a Dombival kapcsolatosan, hogy akkor most baj van? Tehát ha valamit megkuponoznak. Na ezt kérdez. Ugye, ha megkuponoznak engem. Ha Dombit vagy téged, ha téged én megkupon, valaki megkupon. Tehát amikor gyertek átra lehet jegyeket venni. Igen. És ha van egy kupon 50% olcsóban, akkor az olyan, hogy már jöjjenek el. Gyerekek, erre már senki nem akar menni, hogy 50%-ért adja. Jöjjön ugye? Már el. Igen, ezt már 50-nél olcsóbb oda. Senki Dombi hatházig diszkontár. Igen, kuponna. Most ide egy hallgató, hogy volt a gyertek át, szombat estére gyertek át kupon. Nem már. Volt. Hogy olcsóbban tudsz belőni. De állítólag nézettem is. A rohadt életben ezt megkívánod. Ezért mutogatták az emberek a felvételt. Kuponnal jöttünk, és én nem értettem, hogy mi ez a sok ember, aki mindig kuponnal akar bejutni. És kérdezem, most már értem, most írják, hogy volt kupon egyébként erre is. Jézus már. Az a hogy 10 emberből 9, akivel beszéltem, azt mondta, hogy utána mennek át a tropikáriumba, és nem értek. Volt, úgyhogy gyertek át, tropikárium csodák balotája. Ez egy csomagba lehetett menni. Egy csomagba lehetett. Jöjjön el a Campona Media Center, menjen át a tropikáriumba, menjen el a csodák balotájába, és ne felejts el a játszóházat. Nagyon szeretik a gyerekek. Szívsúrolószer, 20%-kal olcsóbban.
gyertek át csak egy óra, utána viszont ott van önnek az egész nap, amit már viszont vidáman eltöltött. Te jó Isten! Ezt a főszervező csinálja így, mert nem bízik abban, hogy te. De csak lesz. Tudom, mit csinál a főszervező. Honnan hát... tudnám? Azért csak tudom, neked mondanak meg. Hát életben azért valami közöm csak van ez a műsorhoz, hogy az Istenbe lett ebből kupon. Na. Egy darab bónusz maradt a gyertek át szombat esti tévétel szóló bónuszomból. Mivel egyedül senki nem szeret szórakozni, ezért délután folyamán további jegyekkel frissül az ajánlat. Na hát rohadjanak Kuponos! 3 órától érdemes figyelni az XY oldalt, hát ha lesz még egy kuponjegy. És legalább a szórakozás kategóriába, vagy 1900 forint helyett 990 forint belépő egy részére. Legyen részese az őrületnek. Várjál, mert 2000 forintot hát kikérem magamnak. Valaki a műsor. Hát ezt komolyan mondom, Kiki. 990-ért adjuk a jegyet. 500% kedvezménye. Nem, biztos szereztek valami EU-s pénzt, amiből betámogatták. Biztos nem arról van szó, amire gondolsz. A bónusz beváltható, és itt van pontosan. Hát 14-15-kor, vagy 17-15-kor kell érkezni, és akkor indul a felvétel. Leértékelték a műsort, érted ezt? Igen. Érted ezt, hogy leértékelték a műsort? Én vettem egy kupont a gyertek át szombat estére 9.90-ért, de el tudtam cserélni egy hajgöndörítőre. Sokkal jobban megértem. Szilárd küldte nekünk. A kuponok a vásárló függőket célozzák. A feleségem, ahogy kupont lát, megy vásárolni. Ha nincs rá szüksége, akkor is azonnal indul. Zoli küldte nekünk. Párom 30. születésnapjára vettem kuponnal egy 2 órás tájmasszázt az Andrássy mögötti utcában. Meglepetés volt végig, megérkeztünk a címre. Időpontra nem találtuk a helyet, felhívtam őket, sűrű elnézések közepette benyögték, hogy már bezárt a szalon, nem volt érdemes elmenni. Elsírtam magam. Az oldalról vettem, egyébként visszafizette a pénzt. Szép napot. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. És akkor néhány szó a meglepetésről, mert hogy én azt gondolom, hogy most egy olyan pillanathoz érkeztünk, ahol ti is szerelmesei lesztek majd annak a dolognak, amiben én még csak néhány napja pillantottam bele, de egy csomó mindent megértettem, és összefüggésében látom már a dolgot, ez pedig a vadászat. Ugye egyik reggel nektek meséltem erről, hogy mi városi emberek, ugye, mind a hármunkat ebbe a kategóriába sorolhatom, nem Feri? Új kígyósi múltal, de most már beszippantott téged is a város, ugye? Próbálsz még csapongani Velencére, de hát városi vagy. Jani, te is, ugye mondhatjuk, hát mi városi emberek vagyunk. Azt gondolhatjuk, hogy ugye a vadászat az öncélú lövöldözés. Tulajdonképpen se értelmes a célja, magukkal tulajdonképpen semmit nem kezdő emberek kimennek, fognak egy puskát, lelövik az állatot, és örülnek. Az állat nem lő vissza, ugye? Az állat nem lő vissza, nincs esélye. Katonának gyávák, elmennek vadászni. Ugye? Mondhatod ezt például te is. Hasonlóképpen gondolkodtam, ugye, de aztán sikerült eljutni egy vadászatra, és egy csomó mindent megértettem. Ezt az élményt elmeséltem nektek, ültetek itt üveges tekintettel, de továbbra sem tudjátok sem értelmezni, sem megérteni, hogy mi a célja ennek. Te például azt mondod, hogy vega vagy, ugye? Ez az egyik érve, te nem lősz állat. Meg nekem én tök se. Szimpatikus egyébként volt. Egyébként én se, megmondom őszintén. Az alapján, amit elmondtál, nekem nagyon szimpatikus volt az egész, mert például nagyon tetszett az, hogy kimennek, aztán jó kialusszák magukat a lesse. Jó, most én két olyan vadásza voltam, aki elaludt. Azt hittem, hogy cserkel a vaddisznó, nem a vadász alud. De ez benne van, hogy kicsit ők elszenderednek, az első mozdulatra felébrednek. Viszont rengeteg sztoria a vaddisznókról, szarvasokról, a mezőgazdasági károkról, a veteményesben ejtett, a kukoricásban ejtett károkról, a szőlő megdésmálásáról, szóval egy csomó mindenről, meg a hiányzó ragadozókról, amiket ugye szintén az ember írtott ki, mint farkas, medve, hiú, stb., akik ugye rendbe tartották a vadállományt. Na ez már nincs. Kilépett a vadállomány helyébe, vagy a vadak helyébe az ember, ugye, és a vadász. Tehát célja és értelme van. Mindig mondom, te vegetáriánus vagy, de azért tudsz kukoricát enni, meg szőlőt enni, mert valaki megvédi. Azért kerül mindig borsó az asztalukra. Mert valaki megvédi a kukoricát, valaki megvédi a szőlőt. Na, és vendégünk van, szerintem egy olyan vendég, aki benneteket is meggyőz arról, hogy micsoda szép dolog a vadászat. És ebben ti nem hittetek, és ez be is fogja nekünk bizonyítani. Homolya László, Európa bajnok, szarvasbőgő. Aztán szarvasbőgő és vadász. Laci, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Na, hát amikor én ezt meghallottam, akkor a levegőbe csaptam, és azt mondtam, itt a helyed.
egy ember már melletted, kettő ellened, illetve a vadászat ellen. És ami... dobsz egy hátas. És dobok egy hátas. Te hogy... kell ezt nekünk, ne bőgjek itt egyedül. Nem akarok egyedül mindenféle dologról beszélni. Szarvas bőgő Európa bajnok. Hát ez az ember így elolvas, és azt gondolja, hogy sok minden van a világról, amit még nem tud, közben itt meg már kellékek, meg minden. Mikor lettél Európa bajnok? Legelőször 2002-ben. És ez fedett pályás, vagy nem? Nem, ez hosszú távon. És azóta még hányszor sikerült? Még egyszer 2004-ben. 2004-ben Európa bajnok lettél. És ez hogy mérik, hogy oda jön a szarvas? Nem. Vagy nem jön oda. Ennek egy nagyon hosszú procedúrája van, hát erről mindjárt mesélsz, hogy ez hogy zajlik. Ez egy elég hosszú dolog. Visszatérve, hagyj védjem meg ezt a két vadászt, akivel te kint voltál és elaludtak. Most gondoljátok el, hogy ezek a szegény emberek heteken keresztül, napokon keresztül kísérik a vendégeket. Te oda mentél, Balázs, hogy gyertek, menjünk ki vadászni. Ők mondták nekem. Ja, bocsánat. Elnézést. Ők olyan fáradtak voltak, hogy elaludtak. Nincs ezzel baj. Hát nekem városi gyereknek egy picit fura volt. Ők azt mondták, amikor kell, felébrednek és odalőnek, ahova kell. Én kicsit magányos voltam a lesen, de élveztem ennek ellenére. Tehát nem volt baj. Na, szarvasbőgés. Nekem elmondták azt a történetet, hogy ők bármikor be tudják hívni a bikát. Ugye a bika behívás az azt jelenti, hogy belebőgnek valamilyen kis eszközbe, majd a szarvas bika megjelenik, mert azt hiszi, hogy ott valami konkurencia van, és a nőstényt kell egy kicsit hát kezelgetni, vagy kivenni a forgalomból a konkurenciát, ugye? Nem egészen így van, én szerintem. Akkor azt mondtak. Nem is voltak igazi vadászok. De igazi vadászok voltak, az biztos. Nem egészen így van, én mindig azt vallom, hogy ha valaki jól tudja utánozni a szarvasbikának a hangját, ezt most kezdődik szeptembertől, a déli vidékeken már úgy augusztus vége felé megindul Zalába-Somogyba, ahol elég komoly szarvasállomány van. Nagyon nehéz elcsalni a bikát. Megszólaltatni meg lehet, a tehenektől elcsalni, akinek vannak már tehenei, csapatbikának, azt el. De ami nincs, azt be lehet bőgni, hogy megjöjjön. Na ők ezt mondták, hogy az bebőgik a bikát. Mellékbikákat be lehet bőgni, fiatal bikákat be lehet bőgni, be lehet 20 méterre, 5 méterre be lehet őket csalni. Na ezt mondták ők is. Így van. Neked jó megfelel... egy mellékbika. Én azt mondták, ott van egy lány, aki úgy bebőgi a szarvas, hogy 10 méterre egyszer csak kiugrik a bozótból a szarvasbika. Hát mondom, azért azt én megnézném, hogy hogy ugrik ki egy ilyen szarvasbika, és azt mondták, hogy ezt hívják úgy, hogy bebőgik a bikát. Feri, te be tudnád még bőgetni a fiatal bikákat a Judit mellett? Nem most akarom, őszintén. Már hogy legyen. És te barcogsz vagy cucorogsz? A barcogás csak az október elején indul, összetévesztitek, az a dámbika. Ez a gimb. Én nem kérdeztem. Én kiszálltam ebben. Komolyan mondom, egy dámbikát és egy gimbikát, na tényleg, hát komolyan, hát azért. Ez egy alapvető különös. Lehet a barcogást is utánozni, de arra nem reagál a dámbika. Abszolút. Jó, milyen kategóriák vannak? Tehát mit kell neked bőgni? Rögtön beszélünk arra, hogy zajlik, hogy húzol cetlit, hogy állsz háttal a zsűrinek, egy csomó minden van erről, de mik a kategóriák? Tehát miket kell neked tudni utánozni, vagy milyen típusú bikabőgést? Ha elindul így szeptemberben a bikabőgési szezon, és aki már sokat hallotta a bikának a hangját, azok úgy mondom, hogy mesterek, mert ők meg tudják állapítani most egy fiatal, középkorú vagy egy idős bikabőg. A hangszínéből, a tónusából meg lehet állapítani, hogy most hogy viselkedik a bika. Most állva bőg, tereli a teheneit, fekve bőg, harcra hív, stb. Ezek a versenyeken ugyanúgy ezek a feltételek megvannak. Van egy nemzetközi verseny, most éppen Szlovéniába készülünk, a 13. Európa bajnokságot rendezi Szlovénia, ott 4 versenyszámot. Mi a hivatalos elnevezés, mert nekem ezek nagyon tetszenek. Tehát ez a 13. szlovén szarvas hívó Európa bajnokság. Gyerekek, mondtam, hogy imádni fogjátok. Szarvas hívó Európa bajnokság. Mondtam, hogy imádni fogjátok. 4 kategória van, azt mondod. Mi ez a 4 kategória? Elsőbe egy keresőbikának hangját. Keresőbika. Igen. Második terelőbikának a hangját kell utánozni. A harmadik, ami még eddig nem szerepelt, egyik versenyen se, két bikának a hangját kell utánozni. Két bika hangját. Két... És az egyik sánta, a jobb hátsó lábára. Na, tessék. Igen. És a negyedik? Két bikának a hangját kell utánozni, aki párbajra hívja egymást. Ó. És akkor eljátszod az egyik bikát, majd a másik bikát. Így van, így és van, a párbajt is bebőgöd? Tehát eljátszod a párbajt is? Azt le is játszod. Zsűrivel, aki 2 pontot ad. És az hogy derül ki, hogy te vagy a legjobb, hogy hiteles vagy, hogy ott egy karámba be van zárva, egy nőstény is falra jön kifelé, amikor meghallja a hangodat, hogy vagy mi alapján döntik el? És ki dönti el egyáltalán azt, hogy melyik a hitelesebb a két hang közül? Nemzetközi zsűri, minden ország delegál egy zsűrit. Most
olvastam, hogy 31 ország jelentkezett erre a szlovén Európa bajnokságra. Egyet nem tudok elképzelni, hogy például Dél-Afrikából megjelent a bantu néger, és egy vubuzellával odaáll. Bebőgi a szarvast, igen, az elég fura azért. Általában olyan 12-16 nemzet szokott részt venni, minden nemzet delegál egy zsűrit, aki már életébe hallott nagyon jó bőgést. Tehát meg tudja különböztetni ezeket a hangokat. Aha, tehát profi vadászok profi ülnek vadászok ott tulajdonképpen. És mi a negyedik kategória? Azt még negyedik nem kategória? Tehát van a freestyle. Igen, ott hip-hopozni kell. Szarvas bőgve. Negyedik kategória a fekvőbikának. Fekvőbika. Nagyon jó. Na, hát... akkor én azt gondolom, hogy kezdjük is el ezeket megszólaltatni, mert ugye ebben az az érdekes egyrészt, hogy az ember milyen szinten tud eltávolodni a természettől, hogy mi például azok, akik kevesen találkozunk vadász emberekkel, vagy önmagában keveset vagyunk természetben, mennyi minden nem tudunk. Például lesem, hogy van egy ilyen kategória, hogy állóbika, fekvőbika be tudod hívni, és hogy különböző hangokon bőgnek. Szerintem egyébként önmagában ez is szenzáció. Még a Ferinek csak na, hogy válaszoljak, hogy pontozzák meg, a zsűri hogy reagál erre. Van egy nemzetközi zsűri, aki egy paraván mögött ül, teljesen el vannak függönyözve. És nem látnak téged. Engem nem versenyző. Látnak, versenyzőket nem látják. Mi húzunk egy sorszámot, és mindenkinek ugyanazt kell bőgni. Egyes versenyszám lebőgjük 1-től, mit tudom én, 24-ig, akkor lepontozzák, de nem látja a zsűri. Aha. Engem nem lát. És ki utánozza hitelesebben azt a kereső bikának a hangját? Erre pontosan. Na gyerekek, én ezt meg kereső akarom hallgatni. Bikával kezdünk? Melyikkel kezdjünk? Nem tudom. Kereső bika? Haladjunk folyamatosan, hoztál itt ilyen WC pumpához hasonlító dolgokat is. Ne, kagylót. Ez egy gumibot is. Azért hoztam, hogy kagyló. Itt minden van, csak rendes kürtöt nem látok, de minden más. Én azért hoztam ezeket az eszközöket, amit nem tudjátok, hogy micsoda. Evvel például Balázs, ez szerinted mi? Ez egy úgy néz ki, mint egy gumiból készült csiga. Így van, így van. Vagy egy teknős. Igen. Így tudom lefesteni. Én nem láttam tudom egy ilyet egy katalógusban. Igen, de az más volt. Az ez volt, gondolom én. Igen, az másra volt jó. Ezek az eszközök arra szolgálnak, csalisípok. Ezek nem a szarvas hívásra szolgálnak. Ezt bárki meg tudja szólaltatni, 3 másodperc alatt. Jó, akkor azt hagyjuk. Az nem, ha bárki meg tudja szólaltatni, nem is érdekel. A szarvas hívásnak az a különbség benne, hogy mi használjuk a különféle eszközöket. Tehát a műanyag porszívócsőtől, a alufólia, engem. Úgy hívjátok be a szarvas, hogy műanyag porszívócső. Mindent, amit a magyar erdőkbe találják. Igen. Egyébként tényleg. Jó, kezdjük el, akkor hallani akarom. Induljunk az első, mondd a kategóriát, és utána szólaljon meg. Legyen mondjuk az első... Ne, találjuk ki. De várj, nem, tessék, találjuk ki. Jó, találjuk ki. Na. Ne mondd el, hogy de csak a 4 kategóriából. Négy, tehát a fekvő, a mit tudom én, a terelő, ugye mi volt még? Fekvő, terelő, a párbajra hívó, és a mi volt a negyedik? A főnök bika. A főnök bika. Na. A főnök bika hívása. Én egy szorulásos simán kitalálom. Jó, ne mondd el, hogy a 4 közül melyiket halljuk. Megpróbáljuk kitalálni. Jó? Annyit elmondok egyébként, hogy Laci kezében egy kagyló van. Triton-kagyló. Ez egy tritonkürt csiga. Igen. Egész pontosan, csiga. És már tudom, hogy miért gyűlöllek benneteket. Igen, ez az egyetlen természetes ellensége egyébként a tengeri, annak a tengeri csillagnak, ami megeszi a korallt. Ezt kiszedtétek, megmaradtak a csillagok, nem én szedtem, és elpusztultak a korallok. Én nem ettem meg belőle a kagylót. Tehát a tengert is írtjátok. Igen, na, a szóval hát is valódi értelmében is megfújta ezt a fajta. Jó, a 4 bőgés közül szólaljon meg akkor az egyik. Jó, mintha versenyen lennél, mi nem is nézünk oda, becsukjuk a szemünket. Igen. Jó? Na. Hát nekem kicsit csubakás, meg gondolom őszintén. Tehát azt mondanám, hogy csúvik, akkor kapcsoljuk be a hiperhajtóművet. Mindjárt megfújja a kajlót is, csak most a torkát közölően. Csúvi, a hiperhajtóművet, kapcsolj már a rohadt életet. Jó, még egyszer, oké, még egyet. Jó, na most ne dumáljunk, mert beledumáltunk, bocsánat, oké. Na. Közeledő Verhovina. Jó, korát. Szerintem ez egy idősebb. Ez egy érettebb, idősebb bika. Ugyanez volt az első benyomás. De nem, ez nem a párbajozó. Nem. Ez szerintem egy idősebb bika, aki terel. Én erre azt mondanám, szerintem terelő bika. Tereli a nőstényt. Párbajozik, fekszik, vagy terel, mit mondtok? Akkor terel? Én idősebb, te voltál vadászatom. Én nem hallottam, nem. Idősebb terelő. Idősebb mi volt ez? Bika, aki utoljára még szeretne egyet. Laci, mi a jó megoldás? Ha most elárulom, akkor csak 3-ból tudtok utána választani. De mindig mondd meg utána nyugodtan, jó, nem baj, mert azonnal... Ez akkor... egy kereső bikának a hangja.
egy idős, idősebb kereső. Az idős, az idős meg volt. A kutya mindenit. Az idős meg volt. Pedig aludtak melletted. És mégis tanultál és tőlük. Látod, hogy mégis az idős meg volt. Oké. Okay. Tehát az idős keresőbika, azt mondta. Keresi a nőstényt, gondolom. Vagy így keresi van. A hímet. Keresi az ellenfelét. Keresi az ellenfelét, tehát a másik hímet keresi tulajdonképpen, meg nőstényeket. Oké. Okay. Na, jöjjön a következő. Újabb kiirtott faj. Igen, igen. Fosszíliája. Ez harcos. Gyerekek. Hát én már hallottam a Feritől ilyen hangokat egy hajnalban, amikor belehajolt a fajancba. Én tartottam a fejét, és mondtam, Feri, tarts ki, holnapra jobban leszel. Ne, ez apám hangja, amikor nem találta a Bobedo óráját. Jó, még egyszer, csak egy utolsót. Gyerekek, itt párbaj van. Ez egy fiatal, tökös, életerős bika, párbajozni hív. Én ezt mondanám. Hát párbaj, szagú ez a dolog. Ez a, gyere már, hol vagy? Tehát ez a, nekem a párbaj. Jani? Elvesztettem a fonalat egy picit. Most a végén összezavart ez a... Jó, párbajt mondanánk. Mindenki? Jani, most még mondtad számít, mert úgy érzem, mi már elszálltunk a párbajra. Szerintem nem párbaj. Fiatal, életerős és valami harcra hív. Mi a megoldás? Ez egy erős csapatbika és terelő hang. Ez is terel. Ez is terel. Ez is terel. Minden bika terel. Na, nézzünk egy harmadikat. Van még? Még kettő van. Fekszik. Feri! Az ennyi. Új kígyósi múltad. Ennyi gyerekek, az új kígyósi nagy erdőben mindig így feküdtek a bikák. Igen. A fekvő bika. Most hát csak azt kéne megmondani, hogy mi az, ami hiányzik. És akkor meg vagyunk. Harcra hívás. Laci elővett egy kürtöt, ez egy klasszikus szürke marha kürt, úgy mindenki láthatja maga előtt, ez van a kezében, ezt fogja most megfújni. Ez a harcra hívó bika. Hát én imádom, gyerekek. De most gondolj! Ott ülsz a vadászlesen. Laci beúszta magát. Ott ülsz a vadászlesen. Be van csukva a szemed. Hallasz egy ilyet, egy 600-700 kilós, hány kilós egy ilyen nagy, kifejlett szarvasbika? 300. Hát jó, kicsit túlasztam. Ketten egymás hátán. Ketten vannak 600 kilósak. És ezt te hallod, és ezzel szembesülsz, és így találkozol a természettel. Gyerekek, ez csodálatos. Nem is kell lelőni azt az állatot, ha nincs célja és értelme. Csak ezt meghallani, hát szerintem ez több mint megható, ez gyönyörű. Nem? Ez hihetetlen. Hát nagyon stúdióban ülnek. Stúdióban ülve fura nyilván, de ember és állat, amikor ilyen közel van egymáshoz, és te ezt hallhatod, az szerintem egyszerűen csodálatos. Ez egy hatalmas élet, szerintem nagyon sok hálás ember van most ebben a pillanatban, főleg akik a Havannál laknak a tizediken, hogy te a Nagybörzsönyben élsz, és nem náluk. A kilencediket, és nem ott gyakorolsz. Tényleg, mi van, amikor gyakorolsz? Akkor átkopognak? Nem. Én haza költözik az édesanyjához a melyet. Nagybörzsönyben lakok, még az a szerencse, hogy egy erdőszínen, egy kis horgásztónak a partján, és ott van időm gyakorolni, de már volt úgy, hogy készültem a Európa-bajnokságra, és mentem az autóval, piros lámpa, kezembe a porszívócső, és nyomtam meg baloldalról, meg rám nézett a néni, hogy mi bajom lehet. Egyébként meglepődnék, most kinéznénk itt, és a felüljáró tele lenne szarvasbikákkal, nem itt állnának, megindultak folyamatosan a rádió felé. Mi történik, amikor behívod, és kiugrik mellőled 5 méterről a bokorból egy szarvasbika? Na. Az történik, hogy nálunk ugye a Börzsöny tájéken, mi egész éjszakon vagyunk, olyan augusztus, szeptember 20-a környékén ugrik be a bőgés. Én nagyon nagy szeretettel benneteket meghívlak, meg az egész stábot egy szarvas bőgésre, és megpróbáljuk, ha olyan időjárási viszonyok vannak, akkor becsalogatni a bikát. Az fog történni, hogy szerintem megfogod a kezemet. Na, hát az biztos, egy más dimenzió, de én ott szívesen nem. Megnézem ezt Janival. Ti egymásra találtok, mi nézzük a bikát. Hát Lassi, nem történik, sem nem baj. Történik semmi, nem támad a bika, abszolút nem támad. Ha fölismeri úgymond az embert, akkor szépen eloldalod. De ha rábőgsz újból, akkor valószínűleg újból fog válaszolni. Gyerekek, most megvan az, hogy ott állsz egy rét közepén, és 10 méterre tőled ott van a bika. De most komolyan. Nem a rét közepén, hanem egy erdőben. Egy erdőben, amíg ülsz, akár ülsz egy vadászlesen, és ott megérkezik, kitoppan eléd a tisztásra. Hát az
Tehát egy ilyenre el kell menni. És közben egy 40 éves körszakállas férfi fogja a kezem. Igen. Azt írja valaki, gyerekek, ismerem ezt a hangot, ez olyan, mint amikor a verebesnek szorulása van. Nagyon olyan nem fordulatra esetleg, hogy így meghallják a kollégák, vagy esetleg kevésbé rutinos hallás, és halocsa, vává, bőgbá, gyerünk erre, jobbról kerüljük. Az nem volt, hogy és két bőgő vadász egymáson talál. Volt ilyen. Jó apámmal voltunk vadászni, akkor én még gyerek voltam, és egy ilyen nádast szélén álltunk. Erősen bőgött egy bika a nádas közepén, Fater próbálta behívni, megszólalt egy másik mellékbika, mondta, hogy ennek elég vékony hangja van, nehogy ide jöjjön. És akkor látjuk a puska a vállán, az ballag, ő is bőg neki. Azért. De jó. Feküdj le, fiam, tűzharcba került. Jó, és akkor mikor mész most az Európa-bajnokságra? Ez mikor van? Pénteken indulsz. És ilyenkor te tudják már, hogy, vagy tudják rólad, hogy Európa-bajnok, hogy esélyesként mész oda, figyelik a cuccokat, mivel jössz? Hát péntek délután 2 órakor azt hiszem van egy gyakorlás, tehát ahol a színhely lesz, ott azért mindenki fölméri mindenkit. Tehát ott már hallott, hogy a konkurencia igen, hogy bőg, mit csinál. Nem azt fogjuk bőgni, amit kell, tehát mondjuk kimegy egy félrevezető bőgés. Félrevezető bőgés. Mert a 4 kategóriát az mindenki tudja. Mindenki és nem tudja, az bőgitek. Igen. Vigyázz, figyelek! Előtte lesz egy... Zsűri egyeztet, hogy mire tudnak pontot adni, mire adnak pontot, és majd ez eldől a versenyen. És más állatot így nem lehet behívni egyébként? Vaddisznót, nyulat, rókát, bármit? Tehát a szarvasor oké. Már veszi is. De én azért hoztam ezeket az eszközöket, hogy Balázs, megpróbálod ezt a... Nem. Mert utánad ez, azt gondolom. Már. Tessék? Vagy bőgjél már. De nem, gyerekek, ez utánad. Egyetlen. Ez utánad, ez esélytelen lenne. Ezért ide. Nagyon ide. Nagyon egy utolsó. Hogy fújsz vége? Bele? Hogy beveszem a számba. Igen, és fújsz. Mi a technika? Technika teljes. Igen? Akkor szívod. Igen? Fújjad ki a levegőt, engedd ki, teljes torokkal. Próbáld ezt, hogy au. Úristen, micsoda fonnyad bika ez! Na, add oda, megmutatom, hogy kell. Ez mi volt? Ez ami vaddisznó volt, figyelj. Aztán ígyunk belőle kumiszt, és... mindjárt behasalok. Balázs, ha vidéken lenni... Már nyújtam is a farom. Mari néni szaladna fejbe széktel. Gyerekek, nem indulhatnék még Európa-bajnokságon ezzel. Na, egy utolsó bőgés, Feri, aztán elmegyünk ide. Hogy itt a tarzán. Jó volt? Jézus Isten. Laci, nagyon sok sikert kívánunk neked, köszönöm. És egy ilyen közös szarvasbőgésre mi szívesen elmennénk, bár engem Füreden is meghívtak egy ilyenre, de ha kettő, az se baj, mert bármelyikre szívesen okay. elmegyek. Úgyhogy köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, köszönöm. És hát nagy kalappal neked. Ez itt a Best of Morning Show. Egy ausztrál doki kitalálta, hogy ő majd kipróbálja, milyen szülni. Ezt mi megnéztük, és könnyelműen azt mondtuk, majd, ha mi szerzünk egy ilyen gépet, kicsit én legalábbis hittem abban, hogy az ilyen gépet a büdös életben nem lehet szerezni, akkor majd ezt mi is kipróbáljuk. Kettő, azaz 2 nap alatt, ami drága szerkesztőink, többek között Laci, megszerezte na, ezt meg a Juli. Gépet. Meg Juli. Juli, mert Julinak csillad fel a szeme először. Ezt ki kell próbálni. Itt van velünk Tóth Ildi, hello Ildi, szülésegítő dúla, ezt a szót használj? Dúla. Igen. Dúla. És Ackermann Zoltán, hello Zoli, jó reggelt kívánunk neked. Szia, te hoztad magát a gépet. Ildikó, ugye hát a szülés most már annyi féleképpen zajlik, hát én már látom bordásfal, meg labda, meg víz, meg kád, meg fekve, meg állva, hát most melyiket tanácsolod? Vagy ebből mi a szülés, mi a rákészülés, amiket felsoroltam? Hát azt gondolom, hogy... Azt gondolom, hogy te egy reménytelen eset vagy, Balázs. Igen, ugye renyhe mély izmaidat egy kicsit most... Megbozgatjuk? Munkára serkentjük. Nagyon igen. Jó. Az, hogy ki milyen pozíciót választ, ehhez ezek segédeszközök. De azt gondolom, hogy a lényeg az nem ez. Az sokkal inkább a szemléletben dől el egy szülészeten, hogy mi az, amiben tudja támogatni a szülőnőt, hogy adott esetben ne csak egy fekvő pozíciót tudjon felvenni, ami nem kifejezetten előnyös se a babának, se a mamának. Hát mégis mindenhol azért a legtöbb helyen ezt erőltetik. Anyuka lefekszik, tolja, megszüli, nem? Közben ez nem igen, előnyös? Igen, ez körülbelül a múlt előtti század vége óta van ez így. Addig állva ment, ugye? Állva hát gugolva. Ki hogyan? Állva gugolva. Tehát a természeti népeknél ritkán van az, hogy hanyat fekszenek a nők a földön. Milyen érdekes, itt meg hát a legtöbb ember fektetik.
Igen, ez kényelmes az orvosnak. Tehát az biztos, hogy könnyebb hozzáférés biztosít az orvosoknak ez. De ha már mondjuk a műszerrel egy harmadik területi kört próbálunk ki, mert hogy az első kettő már fel van térképezve, akkor itt is lehet egy alternatív módszer. Tehát, hogy Balázs például egy gyertyállásban simán megszűrő azt a gyereket. Teszem ezzel. Felmegy egy gyertyállásban, nagyon szívesen, Pecs. Ott fog majd nagyon kiabálni. Hány gyereked van? Kettő. Zoli, neked? Mi ötnél tartunk. Aha, jó, mindent értek. Öt gyerek. És ez így, hogy már értem nyilván. Adjál erre egy normális magyarázatot, hogy miért. A gyakorlati részével tisztán vagyunk. De értem én, hogy van ennek egy kellemesebb fázisa maga a készítési folyamat, de hát mégis azért, ugye. Nézd, az első három az úgymond tervezett volt, bár nem gondoltuk, hogy ilyen sűrűn jönnek, mert ugye a legidősebb az még csak most lesz 4 éves. De a negyedik páros, ugye az ikrek, ők becsúsztak úgymond, tehát ezt nem gondoltuk komolyan. Illetve kicsúsztak, ugye hát. Hát aztán meg kicsúsztak. De milyen volt a pillanat, amikor szóltak, hogy kettő van? Én nem hittem el. Tehát ugye ez úgy volt, hogy mivel annyi gyerek volt, én már otthon voltam a hárommal, amíg ugye vizsgálatom volt a Viki, és jött haza, mutatta az ultrahang eredményeket, hogy hát ikrek. És ugye hát a orvosunkkal már egy elég jól vagyunk, hiszen elég sok szülésen ment keresztül. És én azt gondoltam, hogy ez valami tréfa lesz. Persze. Néztem, gyanús volt, rajta volt a nevük, azért mégiscsak hát nem hamisítanak egy ilyen papírt. De azért ugye elsőre nem hittem el. Aztán felhívtam az orvost, hát sajnos megerősítettem. Nagyon megfenyegettem. Azért ez kemény, nem? Mert azért is volt nálunk ez kétség, mert az első ultrahangon csak egyet találtak. Hát abban így van egyébként sokszor, így nem látják. Ugye hát egypetűek voltak ráadásul. Hallod, Jani? Van még hova fejlődnünk. Tehát mi egy szem gyerekkel igazából azt gondoljuk, hogy mennyire nehéz sokszor, nem? De hát mit tudunk erről, ahol ott 2 gyerek, 5 gyerek, nem? Hát azért itt még, mi még beleúszhatunk. Én már csak az élvezet kedvé. Könnyebb több gyerekkel, tényleg? Igen, azt gondolom, hogy sokkal könnyebb. De miért? Már eljátszanak egymással. A harmadik már fölneveli az elsőt. Igen, a harmadik pont 5 éves, hát biztos neveli az elsőt. Hát, Csomó segít. Biztos segít. Ezt én mondjuk megértem. Na jó, akkor lesz a Beninek testvér, vagy nem? Ez a kérdés. Szülni akarok. Mit csináljunk? Okay. Hogy csináljuk? Hát föl kéne helyeznünk ezeket az elektródákat, hiszen most... Hova? Attól függ. Harpofáimat nem adom. Igen, hát hasra? Ugye, igen, az ágyik részre, tehát itt a személemcsont környékére helyezünk. Az egykori kockák helyére tegyük. Nem hoztam a rektális elektródát, tehát rendes. Mit nem hoztál? Tehát van olyan elektródánk is, ami ilyen hosszúkás, és ugye azt ugye be lehet helyezni. Várj, te kipróbáltad, azt mondtad ezt, ugye? Hogy meddig csavartad te? Én a harmadáig bátorkodtam, de én nem akartam átélni a szülési fájdalmakat, mert láttam ilyet. Tehát a harmadánál a műszer tulajdonosan lekapcsolta, csak mondom. Azt mondtam, hogy igen, így nekem ez működni fog. De miért mi volt ez a hosszúkás, tudsz? Mert hogy van taxicsek, még el tudunk érteni. Hát ezt ugye inkontinencia kezelésénél is szokták alkalmazni. Ti szemetek. Megelőzés. Ildi, a maga a fájdalom nyilván ugye férfiaknak lehetetlen megérteni, de hogy így nagyjából... Máfosi. Nem, csak kérdezem, hogy van köztünk egy nő, aki szül gyerekeket. Hát azért ezt használjuk ki, hogy mégis nagyjából mi ez lehet, vagy lehet egyáltalán valamihez hasonlítani. Ugye hát én beszéltem a Vikivel, meg hát itt Anna, meg mindenki szül, de azt mondják, hogy egész egyszerűen, szóval nem az, amire készül az ember, meg nem is olyan. Mondják neked, hogy ilyen olyan 9 hónapig, de hát, hogy valami egész más. Én azt gondolom, hogy nem lehet máshoz hasonlítani. Tehát nekem azért, amikor szó volt erről, hallgattalak benneteket, és gondolkodtam ezen, hogy egyszerűen ez nem egy összehasonlítható élmény. Nem azért, mert a fájdalmakat kategorizáljuk, hanem szerintem minden fájdalomban és minden fájdalom elviselésében a motiváció az nagyon fontos. Tehát, hogyha mondjuk egy hegymászó nekiindul a hegynek, és ott küzd, és mondjuk egy módosult állapotban ő valamiért ezt teszi, és mögötte van az ő érzelmeiben, az agyában, benne van az a fajta küzdeni akarás, és tudja azt, hogy miért csinálja ezt, mennyit küzdött ezért, igen, hogy hát hol van az eredmény, igen. Akkor ez nem összehasonlítható azzal, mint hogy céltalanul rám kötnek egy gépet, és azt mondom, hogy céltalan szót azért az egy picit erős, hát a célhozatókért bármi. Testvért. Hallgatottságot. Mondom, hogy céltalanul. Testvért és hallgatottságot. Igen. Jó, oké. Pakoljuk akkor föl. Hogy szüljek, Ildi? Mit szer... De bizony, ezt hallgass vissza. Hát nem ezért jó ez a műsor, gyerekek. Köszönjük meg ennek az ausztrál. Támogatlak, Balázs. A Dulának ez a dolga. Hogy megmondja az édesanyának, hogy hát adj tanácsot, hogy dobjam föl a két lábam ide a pultra. Ülve jó. Én mondjuk... Hát előbb vetkőzle. Vetkőzlek le.
Ildi. De alul Ildi. Is. Jó, oké, na gyere. Közben a vezérlő dobozt szeretnénk, hogyha áthelyeznéd János és közém. Ja. Jó, hogy mi tudjunk tekerni. Semmi akadály. Jó. Ki tekeri? Tényleg, ki tekeri? Én. Ezek én vizesek, ezek a kis elektródák. Direkt, hogy megcsapjon a kettő oszt. Na. Oda ragasztjuk, jó? Oda is ragasztjuk. Óvatosan, ott azért még kevesen jártak, még ahol most benyúlkálsz. Zoli, olyan helyen vagy, ahol nagyon sokan lennének, csak mondom. Tehát ide nagyon sokan vágynak, és férfiak is vannak köztünk. Jó. Hú, de hercig vagyok ezekkel a kis zöld párnácskákkal, csak mondjuk, hogy Zoli mit szerel föl. Körülbelül egy ilyen 6 centiser, 8 centis maga a műszer, tehát egy komolyabb rálépéssel nagy kárt lehet benne tenni. Igen, picit olyan, mint hogy kilógna a tenna betéten. És egyébként tényleg ilyen abszolút lehetetlen zöld kis párnácskák, amik egyébként vizesek, ezeket teszi föl Zoli rutinos mozdulatokkal. Kérdezem én, amik dúlánkat, hogy jó-e a testtartás? Mire? Jó. Hát próbálok egy ilyen félhivatalos dolog előléptetni ezt a dolgot, hogy valódi szülés legyen. Ugye, hány perces fájások jöjjenek? Mondjuk nézzük meg, hát ehhez te értesz leginkább, hogy van, hogy akkor kicsit fáj, pihenünk, fújunk, ugye ennek van egy rituália, egyfajta menete. Igen, pontosan azért, hogy a női szervezet az ráhangolódjon a szülésnek a folyamatára. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy azok az erős fájások, azok egyszer csak váratlanul hirtelen becsapnak, ami egyébként a természet így nem produkálja, hanem szép folyamatosan ráhangolja. Nem tudom, hallottátok, amit Ildi mondott, tehát szép folyamatosan. Igen, nem, ez az agyatok. Én hallottam, és erre szeretnék olyan értelemben reflektálni, hogy van egy nagyon feszes tempót diktáló adásmenetünk, és én azt gondolom, hogy jöjjenek 2 másodpercenként azok a fájások, mert ő most legyen egy veszélyeztetett terhes. Bármelyik pillanatban jött. Sajnos egy gyakran szülésztetveken is ez a módszer. Tessék, te mekkora szemét. Nézzünk akkor egy olyat, hogy mondjuk a kis puja elkezd mozgolódni, oda teszem a kezem, és azt mondom, jaj, de rakoncátlan vagy, gyere Feri, induljunk a kórházba. Van ilyen? Úristen, de ne te tekerd, de te szemét, a Feri már ide jött, te tekerje. Egy kicsit csak hadd. Jó, egy picit, de ez folyamatos lesz, vagy egyet ad, egyet nem? Ez most folyamatos lesz. Folyamatos. De miért nem ilyen? Olyat is tudunk. Jó, kicsit rázas meg, na egy kicsit csak. Nagyobb összehúzás. Na nyomjad egy picit, nem? Aha. Az rohagy meg! Jó, ja. Ez még nem volt annyira vészes. Igaz? Egyébként. Olyan, mint a sok kicsi, hát bocsánat, de ilyen vibrálás lenne. Tehát az a vibrálás ugye az abból adódik, hogy ez egy elektromos árammal működő készülék. Tehát az igazi összehúzásnál nincs ez a vibrálás, de ugyanúgy összehúzódnak az izmok. Tehát ebben öntést ezt megkaptad, ugye? A nőket nem elektromos. Igen, jött valami kis elektromosság. Jó, ez hányas fokozat volt? Vagy meddig tekert? De ahogy kérted, ez csak egy kis rugás volt. Ez volt a semmi. Tudod, a belső szerveidet ezt a strugdossal. Csak jelzed, hogy itt vagyok, papa. Igen, a mama. Mozgolódom, papa. De Ildikó arcán miért van mindig egy ilyen kis, nagyon helyes ilyen kis mosoly? Na most megtudod. Na most, férfiak, most megtudjátok. Jó, adjunk valami kicsit keményebbet, hogy a kis puja. Lassan van egy ilyen lassú összehúzódás. Igen. Húzódik? Amikor... Nem, még nem érzi semmit. Igen. Jó, ugye... Aha, most van az összehúzódás. Igen. Jó. És oda... akkor... Skoládat ott maradsz. De most külök. Aha. És akkor ez így, ugye akkor ez így tart egy 15-20 másodpercig. 20 másodpercig. Hát már ugye ahogy így haladunk előre, most már ugye húfad a szemem. Soknál vannak. Igen, de most befelé esik. Nagyon fura. Vajudásban ezt hívjuk szociális szaknak még. Ez micsoda? Szociális szaka. Vajudásban szociális szakra akartam menni egyébként, csak nem vettek föl. Jó, itt megmondom, hogy csitte gyermek, hát nem vagyunk még ott. De miért nem fogod a kezem? Azért, mert ez még csak a szociális szak, érted? Gyakorlatilag, mint a média kultusokon a büfészak. Tehát semmi. Ja, itt te még valahol a bőröndök között. Én még nem, ez még nem az. Mi még ki vagyunk elnézni. Még egy 3 órára. 3 óra. Ja, hogy még fel se keltettelek. Mondtam, hogy ne igyált helyet az uborkán. Hát jó. Igen, ugye rosszabb. Nézzünk valami erősebbet. Mondjuk már a kis puja, mondjuk nézzünk egy olyat, hogy elfolyt a magzatvíz. Jó? Egy olyan típusú fájdalmat. Az már akkor azért, vagy az az eleje? Hát a kontrakcióknak nincsen ehhez köze, hogy elfolyta a magzatvíz vagy sem. 9-esre? Ídik olyan, mint egy ilyen tanár, aki feleltet. Ennek semmi köze hozzá. Ejjjj, rossz diák, Dániel, most akkor fájdalom lesz. Jó, oké, mutassunk valami erősebbet. Te szólj, ameddig te kipróbáltad, jó? Hát én körülbelül idáig próbáltam ki. Amikor nem volt otthon senki. Ez nem annyira jó. Nem? Én nem akartam átélni. Jó. Még egy picit rakjunk rá, nem tűnik őszintének. Nagy színész. Másodpercig tart, bocsánat. Meddig kell ezt tartani? Mi ezt még bírom egyébként. Meddig kell tartani? Hát
Az a baj, hogy mindjárt tényleg kimarad. Ne, hogy... Picit még nyugodtan, még rakhatsz rá, mert hallgatok, hogy mindent megtesz, hogy eljátszol, hogy itt valami fáj, de valójában az nincsen. De tényleg? Nem, az a baj, hogy olyan, mintha gyomorszájon vágnának. Tehát itt fölül van egy ilyen nagyon erős nyomóérzés. Tereljük el a figyelmét egy... Jó, hányosok voltunk most? Nem most ilyen közé... hát úgy, szerintem ez egy ilyen 5-ös, 6-os közül. 5-ös, meddig tudja ez a cucc? 40. Hát ez addig, ugye 10-esnél van a vége. Konkrétan elkezdtem izzadni. Hol van a vége? Is szoktak izzadni. Jó. Jöjjünk egy olyat, hogy már fekszem az asztalon. Jó? Fenn van a lábam, Ildikó? Vagy hogy legyen a lábam? Hogy szeretnéd? Én szeretem, ha fenn van a lábam. De hozz ki az a baj, hogy nem, ez megint kezd úgy lenni, hogy nem vicces. Tehát itt rögtök. Semmi gond nincsen. Nekünk valami hideg üdítőt, neki meg te kell felnyomni. Hát akkor a... Jó, adj, de gyere már ide. Fogd már meg a kezel. Hát milyen apa vagy te? De várjál, átmegy az áram. Szóljál, ha érzed, hogy jön a fájás. Jó, szólok, ha érzem. Már valami egyébként mozog. Jaj, de cuki vagy. Nem megjöttem, jó napa vagyok már. Legalább leborotválhattad volna a hasonlát. Tényleg, se a gátmetszést nem csináltuk, meg se a borotválást. Ne, ez most nem vicces, ezzel most nem tudok annyira. Jó, semmi gond nincsen, kicsi, mit vagyok mellette. Gondolja arra, hogy gyakorlatilag ezzel megkoronázzuk a kapcsolatunkat. Ez lesz az első. Izzad a kezem, érzed, mennyire izzad a kezem? Igen, jó, vedd egy picit vissza, Léci, mert összetöröm. Hát, ez nem jó. Szakad rólam a víz. Konkrétan érzed, leizzadtam? De izzadok. Kicsit. Jó. Egyelőre az orrom. Oké, ezek hány percenként jön? Nem tudom, hány percenként. Ez hát most ugye mi állítgatjuk. Surom víz alassan. Valójában ugye nagyon a vége felé ott már nagyon sűrűn, ugye ott egy-két percenként. De semmi, de miért örülsz ennyire, Zoli? Ne felejtsd el, hogy ez a gép könnyen törik. Mondjad, Ildi. És egyre hosszabb az időtartam, a sűrűsödik, és maga a fájás az. És intenzívebb is a fájás? Csak mutatom, figyelj. Vagy ez nem jellemző? Intenzívebb. Aha. Nyilván, ahogy izadom. A méh dolgozik, és tágul a méhszáj. Jó. Tényleg hány újnyira van most? Amikor már kijön a kis puja, és mondjuk... Vizsgáld meg, Jani. Jani, nézd meg, Léci, hány újnyira tágulta. Gyerekek, egyébként komolyan mondom, tényleg durva. Amikor mondjuk már tolni kell, az meddig fáj? Tehát akkor már nincs az, hogy pihensz, akkor már tolod, amíg kinn nincs, nem? Tehát amíg tudok pihenni, ez egy jó dolog. De hogy itt nem mindig tud az ember, a végén folyamatosan tolod. Mert eleged van belőle, és már nem érdekel az se a szétszakasz, csak legyél túl rajta. Te ezt honnan tudod? Legalábbis te így tapasztaltad. Hallgassuk meg azért, mit mond erről Ildikó. Igen, bár 5 gyerek után azt gondolom, hogy valakinek neked rutinod van abban, hogy kell szülni. Ugye van az a fájás, a tágulási fájás, ameddig a méhszáj tágul, és eltűnik a kisbaba útjából a méhszáj, úgymond, és utána következik a kitolási szak, amikor ez egy más típusú fájdalom, és mást érez a nő, akkor már nem ez a húzó, nyíló fájdalom, hanem ugye, ahogy jön kifelé a... Jó. Na csináljunk egy ilyen. Csatornának kisbaba, ott egy... Zolikán tekerte. Jó, csináljunk egy ilyen utolsót, ami mondjuk már egy a vége felé megy. Egy utolsót, jó? Egy tolófájást szeretnél? Egy tolófájást, aha. Tehát ugye az a baj, hogy a férfiak tudják, hogy milyen, amikor ott kapják el őket egy labda, vagy valami. Tehát az a baj... Ez ugyanaz. Aha. Ez az. Tehát itt ugye érezned kell azt, hogy a szépet... De ne, jó, elég. Mi az, hogy elég? Tolófájást? Akarsz tolót, vagy nem? Jó, az arcam kivel vagy? A feleséged vajúdni. És kalácsászározzatok meg, gyerekek! Ez nem jó. Hányason vagyunk most? Hát még van benne azért egy kicsit. Adj meg! Adj még rá! Jó, elég! Még van azért. Azt a rohadt életben! Nem, adj már abban! De hát ez az, a kutya fáját. Szakad rólam a víz, gyerekek. Most hol tartok, Ildi? Látod már a fejét? Benéznél a lábam között? Még nem. Jó, nézzük a Maxot. Add rá a Maxot. Ne próbálj, nem csíralj. A csajom. Szakad rólam, gyerekek, ömlik rólam a víz. Azt is kell. Nagyon jó. Jó, pihenjünk, jó? Kim van? Nem. Nincs. Vagy azt kérdeztek, hogy parfek bécsen. Előbb meg kell fordítani. Hú. Tehát Induljunk a kórházba. Induljunk a kórházba. Most ott tartunk. Ez komoly. Tehát ez volt az induljunk a kórházba. Gyerekek, én mindig tiszteltem a nőket, tehát amikor fogtam a Viki kezét, azt mondtam, hogy ilyen nincs, tehát ez csak egy nő tudja kibírni, a férfiak sehol nincsenek. Gyerekek, le a kalappal a nők előtt. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.